Ott tartottunk tehát a játékban. A Cyberpunk 2077 20. vodja következik nálunk a csatornán, hogy Penemet kísérgetjük, és hát megoldjuk az ő küldetéseit annak érdekében, hogy Hellmannel kapcsolatban ő nyújtson nekünk segítséget később. Ez már hamarosan be fog következni, ez már a Penem küldetéseknek a vége lesz, utána pedig ő fog valószínűleg majd segítő kezet nyújtani nekünk ahhoz, hogy egy konvojt vagy levadásszunk, vagy pedig fel tudjunk rá valahogy jutni, mert ez a bizonyos Hellman, aki tudja, hogy hogyan kell eltávolítani a fejünkből a Johnny Silverhandnek a szilánkját, az valószínűleg rajta fog tartózkodni ezen a konvojon majd, na mindegy. Csizmi, nagyon szépen köszönöm a 100 bitet, mi a helyzet, hogy vagy? Már is menjünk akkor. Megérkeztünk Bozékhoz. Nem tudok kiszállni. Fedezem Penemet? Itt lehet, hogy balhé lesz ezek szerint. Hoppá. Nem, az Boz. Penem, Nash, hogy van? Nem veszi fel a telóját. Nash éppen most töltük meg egyébként. Ne hívd többé, nincs rá szükségünk. Tökös csaj, mondja a Sixth Street. Mi ez, valamiféle bónusz? Kérdezi. Azért vagyok itt, hogy kordában tartsa a kiteket. Kicsit jobban felvágták a nyelvét, mint Nashnek, nem? Kérdezi a fickó. Csak várj és meglátod. Ezt már szerettem, mondja. A Sixth Street-ieket egyébként írtogattuk eddig egészen szépen. Tessék, első osztályú az áru. De mit szállítottunk vajon le nekik? Szóval minden rendben? Nézd meg a számládat, pár perc múlva szép kövér lesz. Egy élmény volt, de azt hiszem Róga az, aki majd fizet nekem, nem? Rendben vagy, azt hiszem kiérdemelt a borra valót. Na induljunk, mondják a srácok. Vajon mivel dílelt? Ez jól ment. Mondja Penem. Ígyunk egyet, mondja. Hát azért még nem teszem el azt a fegyvert, jó? Még egy picit várunk. Mondjuk nekem az elmém a fegyver, úgyhogy akár el is tehetném. Barac még egy darabig kérdezi ott, hogy a kocsi mellett álltunk ilyen sokáig, kövessük Penemet. Srácok elmennek, refenek purgálva, Sixth Street örülhet. Elég jó nap ez Penem Palmernek amúgy. Várjál csak, Rogue közben ír egy üzenetet. Nash, hallod, gratulálok, kíváncsi vagyok, hogy mit reméltél ettől, mert én nem hiszem, hogy ez csak a sértett egók következménye volt. Még a sértett egók sem süllyednek a baromság ilyen mély szintjére, nem igaz? Én nem tudom, Rogue, hogy mikben vagyok, én csak csinálom a dolgomat, hogy elérjem a saját céljaimat, és hogyha ez kellett hozzá, akkor ez kellett hozzá. Nem illik egy hölgy mögött így felmenni a lépcsőn, ezt tudnátok? Szevasz, Perseus, jó estét, hogy vagy, mi a helyzet? Javulgatok, még nem vagyok százas, bár aki ismer, mindazt mondja, sosem voltam. Megbetegedtél? Nem is említetted, azt hiszem, nem jelezted. Nem, mintha kellene, csak úgy mondod, mintha, tudod. Kérdez közben a csapos, hogy új biznisz, vagy új barátok? Mert minden rendben? Megint erre jártak a raffenek? Na, nyugi volt. Vissza fognak még jönni. Rátunk már rosszabbat is, mondja közben a csávú. Arcában tele van mindenféle implantátum. Nézd meg! Vajon azok díszek? Mi volt a csomagban amúgy? Nem lestél? Baloperidol, drog köztünk élő kiberpszichóknak. Az a biznisz elnek. Ja, van néhány üzletük, illegális klinikákkal, szervkereskedőkkel. Hű. Eddig nem ittunk az egész játékban, na jó. Ígyunk a jövőre. Mekkora üvegek ezek amúgy? Elkapott valami nyavaja? Jobbulást kívánok. Minél hamarabb jobbulást neked. Az kiissza. Na jó van, akkor én is pipázom addig, amíg megissza. Mert nem tud inni, és kér még egyet. Amúgy egészen realisztikusan csinálták meg a dreadlockjait. Tetszik. Szóval, ha kell valami, mondja közben neki a csapos. Menő ez a hely is. Tetszik ez a kis lebúj feeling. Nézzek, tele van legyekkel. Jól sikerült elcsípni ezt a futurisztikus, de mégis ilyen lerobbant hely atmoszférát. Visszatérsz még az Aldecaldókhoz? Mármi nem most, de valamikor. Nem igazán tudom, egyrészt nincs másom a klánon kívül, nem is ismerek más életet. Mondja Penem. Mondja, jámácska! Ki vagyok én a klánom nélkül? Kivébálnék, ha Night City-ben maradnék. Ki is próbálhatnád, hogy lásd, kivébálsz Night City-ben.
Kivéve, hogy a város nem mindig játszik tisztességesen, nem tudom, megéri-e feláldozni miatt a barátaidat. Úgy érted, Mitchet, Scorpiont, ugyan már? Előbb-utóbb beszippant a város, nem kell megszakítanod minden kapcsolatot az aldekaldókkal, mert a város megteszi majd helyetted. Azt hiszem, el kell gondolkoznom. Akkor végeztünk a Raffenekkel? Nem, a sívek olyanok, mint a csótányok, sosem lehet megszabadulni tőlük. Egy darabig nyugi lesz. Össze kell szedniük magukat és rendezni a soraikat. Jó, itt az ideje, hogy az én szükségleteimmel is foglalkozzunk. Mi a terv elmennel kapcsolatban? Van egy ötletem első vázat, aludnom kell rá egyet, és ki kell dolgoznom. Aztán beszélhetünk a részletekről majd. Jó, nyilván mindenki csak a holnapi napon tud majd mindent megoldani ebben a játékban. Legjobb itt szobát bérelni, hogy a környéken maradjunk. Majd éjfél körül munkához látunk, a segít, hogy ne legyünk szem előtt. Megegyeztünk? Talán csak egy szobát? No, de minden szobában két dupla ágy van, úgy fordulunk. Na jó, hát most fel kell tennem a kérdést, hogy ti mit szeretnétek? Mert mi egyébként Jucival kezdtünk el valamit ott kialakítani, minek utána Meredith Stout-tal már elkezdtünk ott intézkedni, ha emlékeztek a legendákó megszerzésére esetleg. Az sem volt szándékos, az egy véletlen műve, itt viszont a szándék bennünk lehet akár. Amiről Júci nem tud, az nem fáj neki. Na most Júci, figyelj, jelenleg szerintem nem vagyunk olyan helyzetben, hogy bármiről is be kelljen számolni neki. Egy részről nem vagyunk együtt, más részről pedig lehet, hogy Júci most csak felejteni szeretne velünk, mert hát mégis most halt meg az ex-e. Poligám romantikát, hype, mindenki azt akarja, hogy? Hát nem egészen erre gondoltam amúgy. Tudom, mondja. Csak örülök, hogy találkoztunk, és gondoltam... És törődj vele, én is örülök, hogy találkoztunk. Kemény nap volt, de megúsztuk. És holnap újra. Ennek örülök, rendben vagyunk? Aha. Most mi fog történni? No, szükségünk van egy szobára, dupla ágyakkal, csak ma estére. I'll go catch a few wings. Egy kunyok egyen. Azért mi még iszunk egy kicsit. Csak hogy biztosak legyünk a dolgunkban. Persze ez egy férfi gondolkodásmód, lehet, hogy a nőknek nincsen szüksége arra, hogy még egy kis bátorságot szerezzen. Nem tudom, hogy elváltozik-e, vagy vannak-e ilyen eltérések a két nemnél. Persze a merevedés arány az általában az ivással ellentétes arányban szokott elromlani, vagy hogy mondjam, vagy működni, vagy értitek? Szóval, hogy minél többet iszol, annál szarabb leszel a végén. Na, felállunk inkább, ha még tudunk. Elég nagy szájunk, neked nem jött be. Itt már többen teljes mértékben nyácsorgatva kezdtek el ordítani nekem, hogy már menjél a penemhez, mert menjél a penem küldetéseket, el ne hagyagolj! Érted, totálisan megőrültek érte. A 206-os, kövess penemet. Attól félek, hogy mesztelen lesz. Nem, hál' Istennek ruhában alszik. Feküdj le! Belenézel a tükörbe? Nem. Zuhanyozni szerettem volna, nem lehetne esetleg? Ezen a helyen még a zuhany sem működik, de pedig csöpök belőle a víz. Nem, nem nézel bele a tükörbe, én csak ki akartam lopni az első segélyt. Hát amúgy túl sok mindent már nem kell magunkról levenni, csak az útporát kellene lemosni a testünkről. Bambán nézek. Nem tudok dűlőre jutni a döntéseinkkel kapcsolatban. Abba hagyjuk inkább a tükörbenézést. De hát szakításban voltunk. Mi? Se takaró, se semmi. Egy kis párnasztán csá. Jó éjszakán. Nem volt ott cici. Nem voltak rajtam elbimbók. Ezek csak dombok a testen. Reggel, ő pedig már nem is lesz ott. Mik azok a fecskendők az ágy mellett? A külsőségek miatt, nem azt hiszem, hogy a személyiség az, hogy valaki jól néz ki, meg nem jelenti azt, hogy vele akarik megöregedni. Nyilvánvaló, hát ezzel most elég nagy nyilvánvalóságot mondtál. Hát persze, hogy nem. Egyáltalán már az is soha, hogy valaki megtalálja azt a személyiséget, akivel meg akar öregedni.
Hát megint szarul vagyunk, hiába azt a Hellman küldetést csinálnunk kellene. Találkozunk Penemmel éjfélkor. Na jó, minek utána? Most sztori folytatás lesz, és éjfél közeledik nálunk az életben is. Lehet, hogy nem kellene tovább mennünk most ezzel a misszióval, vagy maximum még ezzel pont. Mert azt beszéltük, hogy éjfél után már csak inkább ilyen kisebb melókat csináljunk, meg a fixereknek inkább. Ahelyett, hogy sztorit folytatnánk, ugye ezzel preventálnánk azt, hogy aki esetleg holnap dolgozni megy korán kell, vagy stb., az lemaradjon a folytatásról. Vannak itt melók, el kellene menni a kápolnába, és a Voodoo Boys-zal találkozzunk, hogy Evelyn Parkernek a meggyilkolási körülményeit felderíthessük. A Vakakó okádék, 1/8. Ha valaki jól néz ki, bunkó paraszt, akkor nem számít, hogy néz ki. Na, ha Bence. Ilyen szép gondolatok. Érdekes, hogy a térkép északi részén abszolút semmi nem maradt. Tehát nulla, üres, minden. A Badlands-ben én úgy látom, hogy szintén üres minden. Nem lehetne esetleg elmenni az autóversenyre, mert ez nekem tök tetszett. Vagy meggyepálhatnánk még egy kölyköt magas veszéllyel. Menj a kápolnába, itt is meg kell gyepálni valakit. Lehet, hogy végigvernénk a várost, akkor kapnánk belőle valami durvítót, nem? Hol lehet vajon a következő autóverseny? Azt, hogyha a naplóban keresnénk meg, a mellékes melók közül halálos iram, várj egy napot, amíg Claire jelentkezik. Hát de amúgy nem pont... Nem pont most aludtunk egy egész napot. És már hány nap eltelt, mióta Claire-rel nyomultunk? Ez az én autóm? Nem. Az enyém az itt fog bejönni. Mi az, hogy a motor jön? Stop. Hol a másik autóm? Az meg onnan jön. Hát már ha jönne, de inkább lerakták oda. Sokan le tudnak élni egy életet egy bólogató babával. Sajnálom azokat az embereket. Nekem sosem működött a... Az a... Hogy mondjam? Tehát, hogy úgy kapcsolatot kiépíteni, hogy a másikat... Hogy a másiknak nincs meg mondjuk az a magas intelligencia szint. Én szeretem, hogyha a másik mondjuk okosabb nálam, tudod? És akkor néha így meg tud lepni dolgokkal, amiket beszél, amiket mond, ahogy gondolkodik a világról. És érted? Ez egy... Lehet, hogy hülyeség. Szávasz, Captain, hogy vagy? Mi a helyzet? Itt szabotálni kell egy célpontot. Menjünk erre rá. Szóval, hogyha esetleg, ahogy te is írtad, egy bólogató babával kerül kapcsolatba az ember, aki úgy nem mond semmit egész nap, csak úgy ott van melletted, nincsenek ugyanálló gondolatai, vagy stb. Azok a kapcsolatok engem tökre nem elégítettek ki mentálisan, és ez így az a szórakozás felének az elvesztése. Na! De szépet ugrattunk, ez az autó még mindig úgy megy, mint egy álom. Az előző epizódban vásároltuk meg a kedvenc autónkat, az első és iszonytatóan király autónkat a játékban, amire tényleg azt lehet mondani, hogy na ez már valami. Ez pedig a... Mi a neve? Valami egy Javelin. Amit lehet, hogy nem is így ejtenek. méterre van tőlünk egy meló. De szépen veszi a kanyarokat, Jézusom. Semmi gond nincs. Stabil, könnyen kanyarodik. Rámászik a többi autóra és átmegy rajtuk lazán. Ez kell neked. Ez az autód, öcsém. Ez kell. Cyberpunkban. Itt van valami lent, nézd csak. Már megint szarul vagyok. A fene vinné. Hánynom kell, mondja. Vi. Megérkeztünk, itt van valamilyen támadás. Nem lehet betörési protokollal kezdeni. Mi lenne, hogyha rájuk pingelnék, hogy hányan vannak? 4-en vannak. Ez a macsó a Valentinóktól van. Lehet, hogy kap ő egy öngyilkosságot. Ő lehet, hogy kap. Várjál, többen is vannak. Egy fertőzést. Te kapsz egy rövid zárlatot. Te pedig egy túlmelegítést. Az alsóval még törődnünk kell. Semmit nem kell tennie az embernek, az megölte magát.
És a maradékot pedig egy rövid zárattal intéznéd el, de ehelyett inkább... Lejöttem és mindenkit elvertem egy... Láttátok, hogy mivel. Oké. Igaz, hogy így nem haltak meg, most kegyesek voltunk azért a túlélőkkel. Archivált beszélgetések, Kazuki, Gori és Jiro Oba között. Kék sátgányaik voltak, van itt egy vérpumpa. Azon a visszaállít 70%-ot a max életerőből, visszatöltik és 90 másodperc. Hogy érti azt, hogy azonnal visszaállít 70%-ot és 90 másodperc? Ja, hogy a cooldownja 90 szek. Rendeld a kibervert egy gyors helyhez. Ez gyakorlatilag egy instant heal, amit 90 szekenként használhatsz. Szóval küldi le az emberedet, mi marad itt nekem? Ki marad itt velem? Kérdezi Darius Alfredtól. Haver, csak küld el őket, tonnányi cucc van itt, mondja Darius. Egyedülről nézem az egészet. Az én hibám, hogy Gunner embervadászatot rendelt el? Utasítást kaptam, hívjon be az emberedet, ez van, le kell vadásznom Flaviót. Jól van, úton vannak, mondja Darius erre. Hát ezek idejöttek, hogy levadásszanak valakit? És vajon sikerült nekik amúgy? Az, amelyik a rövid záratot kapta, az mindenféleképpen szarul járt. Ő belehalt ebbe az egészbe. Ja, meg amelyik fejvelődte magát. Ez, a fickó, ez is belehalt ebbe az egészbe. Nem tehetünk róla. Ők tették ezt magukkal. Mark 3-as healingek vannak itt. Ami ritkaság azért. NDA. Vajon találunk valamit a... ezekben? Nézd csak. Itt telefonálni lehet. Felhívhatom a garázsnak a lakóját? A francért hívnám fel, nem is értem. Nem lehet ezt széthekkelni? És a betörési protokollt indítasz rá, akkor ez ennyi kész. És utána mit tehetnél még? Pingelhetnék? Claire! Ó, várj! Találd ki az, szóval a következő futam gyakorlatilag kertemben lesz. Jó lenne, hogyha mindenki látná a környéken, hogy nem a levegőben beszélek. Brandon és Walson sarka találk a hely. Hívj, hogyha ott vagy. Persze, Claire, hát adjunk nekik, persze. Hát erre vártunk már oly régóta. Oké, akkor ezután a támadás után elmegyünk autóversenykézni megint egy picit. Ott fent, nézd csak! De jó, hogy itt rápingeltem erre, most megláttuk az antennát itt a tetőn. Ebből pedig még több legendás hackkelési összetevőre teszünk majd szert. E9 7A1C. $1170 hevert az utcán. Vagy hát az utca fölött egy kicsivel. Gondolom, hogy itt már semmi más nem kell nekem összeszednem, mert mindent megoldottam a támadással kapcsolatban. Ez mi? Az nem tudom, mi, de megiszom. Ebbe a gépbe nem törünk be. Puskalőszer. Jó, mehetünk tovább. 90 méter. Na hát... Ez egy Valentino autó. Még nem is láttunk ilyet. De hogyan voltak képesek? Ja, azt néztem, hogy hogyan tudtak bejönni ide, de itt már látom, itt van egy sorompó. Sorompót nem lehet széthekkelni. Itt lesz, itt kell valakit semlegesíteni. Nem tudom, hogy kinek a melója lesz ez. Elkapitannak? Figyula van, van ez a Zoldra hálón, amelyik Weldon Holt polgármestert fikázza. Vagyis meghatalmazott polgármestert, mert ugye újraindul, vagy mit tudom én, politika mi. Sárdobálás soha nem szűnik, egy percre sem, mondja el kapitán. Az ügyfelem neve nincs, azt szeretné, hogyha az oldalt elnyelni a kibertér végtelen mélye. Olvasd át a doksit, hogyha több infóra van szükséged. Aha, elolvashatjuk akár. Szóval, politika egyetlen dolog, ami ocsmányabb a tangáknál a Leaks-ben. A cégesek legalább általában belemondják az arcodba, hogy hogyan fognak kicseszni veled egyedül. Hamis mosoly, lehetetlen ígéretek, szégyentelen kerítők. Csak az előjáték, amíg aztán segbe csinálnak, és a saját zsebedből fizetnek érte maguknak. Ilyen a természetük, és hogy a miénk milyen? Felrobbantunk dolgokat. Most is egy ilyen melón van a számodra. A Sixth Streetnek merevedése van Jefferson Peralesztől, ezért a szervereikből csak úgy dől a Holt ellenes propaganda. Szerintük, ha Perales lesz a polgármester, mint hogyha Abraham Lincoln születne újjá, vagy mi a fene, hogy egyesítse a várost az új amerikai Egyesült Államokkal. Naiv idióták. Hosszú, leszarom. Az ügyfelem ki akarja csinálni a Sixth Street propaganda gépezetét, egyszerű, oké. Akkor fel kell robbantanom egy szervert, hogyha jól értelmezem. Itt bent 25 méterre, valahogy be kell, hogy tudjak lógni ide.
nem lesz egyszerű. Szerintem a drót miatt nem tudok bejutni innen. Onnan de. Itt fogunk beugrani. Itt van egy garázs, és itt vannak mellette egészen rossz arcú emberek. Régen sokkal rosszabb volt az autónak a... az autóknak a mechanikája a játékban. 55, 55. 1C, 1C. Megkapták a sebezhetőséget és minden egyéb királyságot. Hoppá, vannak azért egy jó néhányan. Pingeljünk egyet. Jó, többen is vannak. Van egy valaki a tetőn, aki azt mondja, hogy én most meghalok, bocsi. Van egy itt lent, aki pedig rövid záratot kap. A mellette lévő kap egy túlmelegedést, ott pedig megindul egy fertőzés. Én meg csak itt várok fenn. Az meghalt, ott mennek tovább. Jézusom, nagyon szép ez a fertőzés, nézd meg. Miért sebez 2000-et? Azért, mert nem tudják, hogy itt vagyok. Wow. Ott van egy csávó a távolban. Ez nagyon vicci így. Egy kicsit szar helyre estem, elismerem. De azért be fogok én ott menni. Keresd meg a garázst a szervereik. Jó, jó, mindjárt, mindjárt. Ez az, és sikeresen átlendültem. F5 mentés. Senki nem tudja, hogy ki vagyok, senki nem tudja, hogy hol vagyok. Lesz egy rövid zárlat, és hát ennek már túl sok minden nem kell, úgyhogy egy fertőzést fogsz kapni. Jó. Mindenki, aki itt volt ezen a területen, az holtan fekszik, vagy teljesen kiütve. Kellene még egy ping valamire, mondjuk talán erre. Jézusom, de milyen csicskák vagytok? Szerencsétlen nőnek kisült az agya. Oda-oda menjen egy fertőzés megint. Te szerintem öngyilkos leszel. Te meg indítasz magad ellen egy kis túlmelegítést. Miért nem engeded? Miért nem engedi? Miért van blokkolva? Jaj, ne, észrevettek. Pozíciómat elkezdik feltárni. Az ott meghalt. Az meg kinyírja magát, ugye? Yep. Jó, hányan lehetnek még? Kész a melód, Zoli? De király vagy, örülök neki. Az nagyszerű hír, örülök. Azok a kamerák most akkor működnek? Aha. És alattam is van valami. Ó, úristen! Mekkora gép ez, odanéz. Most attól támogató lesz. Wow, és ezt le is lehet szerelni, hogyha elég nagy tech ász vagy. Wow. Felül van most bírálva, úgyhogy ennek működnie kell. Nem is a tech kell hozzá, a test kell hozzá, hogy letépd onnan. Aha, és akkor onnantól ezzel a löveggel a kezedből is mehetsz és írthatsz, hogyha olyan kedvedben vagy éppen. Felveszik a zúzót, felveszünk minden lootot, ami náluk van. Szerencsétlenek úgy hunytak el, hogy nem is tudták, hogy mi bántotta meg őket. Mindössze puszta gondolatom elég volt ahhoz, hogy ezek meghalljanak, és most mindenki itt fekszik. Gyakorlatilag megsült aggyal. Ez rohadt menő dolog. Egy csepp vér nem hullott ki egyébként semmiből. Totál családbarát a content. Ja. És hogyha ide állok elé, akkor... Ez hülye. Ez hülye. Te, hagyjál ezt abba! Nem feltétlen támogató. Nem feltétlen támogató ez a támogató töret, ugye? Érdekes, meglepően érdekes volt. Mi a fenét jelent akkor a támogató mód? Itt mentettünk, amikor ezeket már elintéztem, ugye? És hogyha most azt mondanám, hogy te mostantól szövetséges leszel. Azt a kamerát kikapcs, az már ki van. Oké, te kapod meg a fertőzést. Te kapsz magadra egy rövid zárnatot, én meg elbújok. Nem csak a hack járt le? Nem tudom, mert azért elég hosszú ideig ott van ez. És hogyha támogatóra, vagy a szövetségesre tettem, az időtartam, azt nem írja itt most, aha. Az ellenfelet támogatta, igen, és így érzem. Na, oda a középső kapja a rövid zárlatot, a mellette lévő kapja az öngyilkosságot, ez itt kapja a túlmelegítést, ez pedig kap egy fertőzést, menjünk. Eddig jó.
Mindenki elfeküdt. Jó, F5 mentés, most akkor megvagyunk. Arra vagyok kíváncsi, hogyha most lemegyek és lootolok, akkor megint el fog intézni? Nem, most látszólag rendben van a gépezet. Mi ez az epikus cucc? Klasszikus molibdén acél betétes harci bakancs. 1700 dollár, nem gyakori tárgyösszetevők. Arrivált beszélgetés Jordan és Dustin között. Kangos szilánk kitalálta, mi van rajta, rajzok. Fegyver? Okos fegyver, prototípusok már ellenőriztem, nincsenek a piacon. Idején rácsörögni a militekre, mennyi zséni sücsörgünk, jó. Rossz indulatú szoftver telepítés. Várjál, üzenetek. Semmi fontos nincs most itt, menjünk vissza. Szevasz, it's me, Adam. Hogy vagy, mi a helyzet? Egy csekkfejet falhoz állítunk, már is máshol kell a helyébe a szavazásokon. Csak a szokásos politika. Sajnám, Johnny. Nincs időm a kis anarchista forradalmadra. Még egyszerűbb lenne, mint egy Hydra fejét levágni, mondja. Újabb indok. Indok, amiért ráfér még egy atombomba a városra. Egy percet kapsz, mondja. Egy percet ad, és mire? Ja, hogy szétlútoljam magam? Is voltak még, igen, igen, igen. Mindent ellopunk. És elméletben, ez miféle? Nem tudjuk micsoda. Elméletben a másik irányban. Hogy szálltam fel, figyeld? Érdekes. Úgy ugrok, mint Superwoman, vagy nem tudom. A kezem sem rebben. Aha. Itt voltak még ezek a csicskások. Jó. Elvesszük a lootjukat, elvesszük a fegyvereiket, és utána eladjuk őket valahol majd a közelben. Ezek nagyon egyszerűen el lettek pakolva. Na most van nálam túl sok cucc, ugye? Gondoltam, hogy az lesz a vége, hogy el kell, hogy adjam valahol. Itt van egy leadópont velem szemben, úgyhogy akkor menjünk arra felé. Csak ne maradjunk itt lent, hanem menjünk inkább fel a tetőkre, ha van erre mód valami. Bocsi, 120 méter, nem, csak 100 métert kell így valahogy elmennem odáig. Hagyjuk el a területet, nem is volt olyan nehéz ide bejönni. Meg amúgy lehet, hogy nem is számítottak arra, hogy valaki abból a szögből fog majd támadni, nem? Hívjuk már ide a kocsinkat. Aj, meg is jelent. Majdnem csillelés van. Reggel jöttem haza Meróból, kifarmoltam jövő hetet is a játékban, amit tudok. Wow, mit játszottam? Megcsináltad, V! Mostanom, hogy vírus már a szerverek felé szágult. Mint valami aszteroida. Pöpec munka közt, lezárom a melót. Oké, szia! Ez egyszerűen ment a Reyes. Túl sok mindent szígölök. Tudom, ezzel nincs is gáz. Ezért jövök be ide. Azok a rossz arcúak, nézd! És így a kocsiban ülve is akár azt mondhatnám, hogy a Sixth Street-i banda. Bizonyos tagjai egyszer csak így öngyilkosok lesznek, meg túlmelegednek, meg ilyenek. Jó, nem tudja, engem bántanának, nem? Furcsa figurák voltak ezek. Na, de legalább belőlük is a lootot el tudjuk pakolni. 802 XP-t vettünk fel belőlük. Pisztolylőszer és egyéb királyságok, itt van egy kék kés. Feszítővas. Egy még itt is megvolt, igen. Nagyon jó pisztoly, mehet. El kell adnom mindent. Én tudom, hogy képes vagyok odáig elérni. Meg tudom csinálni. Warframe, úristen, az életen áttartó farmolás, hogy bírod? Hát lehet csak eddig, amikor próbáltam, elég kiszámíthatatlan volt. Vagy bejött, vagy nem. Na mehet az eladása az utcainknak. Szerintem minden, ami jelenleg nálunk van, és ilyen kék. Mi? Ikonikus. Widowmaker? Hát az egyik DPS-e a 109, hát ez valami level 1 fegyver. Ezt nem is értem, hogy került a játékba most itt. Ezt el fogom adni. Megőrizzük azt, amelyiknek azért egy kicsivel nagyobb damage-e van. Tech, precíziós puska. 10 támadás másodpercenként. Még azért így is nagyon kevés az a sebzés, ami benne van. Mindegy, ikonikus fegyver, hazamegyünk, aztán lerakjuk majd a
a ládánkban. Tudjátok, ahol ezeket őrizzük már. Jó sok minden van nálam tényleg, úgyhogy nem csodálom, hogy teljesen megteltek a zsebeink. Ja, menjenek ki a kék fegyverek is. Egyet sem akarok nagyjából megőrizni. Tök felesleges, hogy nálam legyenek. Sőt, még ezek az impulzus karabé, az overcharge, talán ezek is feleslegesek, hogy itt legyenek. Ez is kimegy. Mondjuk abba raktam szép modokat, jól láttam? Á, mindegy. Nem ez az, ami számít jelenleg. Eladunk minden baromságot, és már is szerváltunk 12.000 dollárt. 57.000-ből 69.900-ra mentünk fel. Megint van 70.000-em. Lehet, hogy ki kéne venni egy itteni lakást, nem? Menjünk el a kápolnába, ez lenne a következő küldetés, de én nem oda akarok menni, hanem Claire-hez. Halálos iram, Santo Domingo következik. Mehetnénk az én kocsimmal végre. Hú, ezt az autót nagyon elvinném versenyezni, ezzel meg is nyernénk, az fix. Nagyon jól lehet kormányozni, iszonyat jól lehet vezetni az autót. Bloodin volt őrületes Warframe rajongó, csak Bloodint nem látom már, nem tudom. Szerintem 2 hónapja nem láttam itt köreinkben, nem tudom mi lehet vele, majd ráírok, hogy mizu. Remélem, hogy jól van. Szoktam vele beszélgetni amúgy is néha, csak most az elmúlt időben elég elfoglalt lehetett ezek szerint. 500 méter és egy újabb szédületes autóverseny veszi kezdetét. Reménykedem benne, hogy ezt is ugyanúgy fogjuk megnyerni. Olyan játszik könnyedséggel, mint ahogy az előzőeket nyertük meg. Egy kicsit már rácsalhatna a játék. Itt már igénylem a csalást, mert eddig nem voltak nagy kihívások. Hát egy farmol? Hát nem tartom kizártnak. Talán nem 2 hónap volt? Nem tudom. Te le tudod csekkolni, hogyha szeretnéd. Van a moderátori nézetben ilyen üzenet visszakeresés. Azt hiszem, legalábbis, mint hogyha lett volna. Hívj fel Claire-t, hogy indítsa a versenyt, jó? De nem, mint hogyha kellene, csak mondom, hogy te tudod. Te jobban tudod, mint ahogy én tudom. V, készen állsz a következő futamra? Már itt is vagyok, munkára és harcra készen. Saját kocsinat akarod vezetni, vagy kiálljak a bestiával? Sajátommal. Ezt most elvisszük. Sokkal jobban érzem, érted? Ja, menjünk a tiéddel. Mit csinálsz? Ütközünk ott, oké, megyek is, ott alizunk. Megvárjuk, ide leülünk. De jó, egy kis bőrkanapé van itt. Ez a casting couch. Megjöttek az illegális autóversenyzőink. Hol van az a kis csicska? Na, ezekre fogunk rátolatni már kapásból. A legutolsó helyről indulok úgy, hogy 2-t megnyertem. Benézzük a motánászatől alá, mielőtt kezdenénk. Maradj a közelben a biztonság kedvéért. Nem tartasz attól, hogy belehalhatsz? Ma ezen a futamon? Miért? Nem pont mára gondolok. Bár ma is megtörténhet. Vagy a következő futamon, vagy az után én. Egy havaromat egy záratos kenyérpirító vágta agyon a saját konyhájában. Tudod, lesz, ahogy lesz. Milyennek látod az esélyeinket? Nem lesz könnyű lenyomni Luigi-t. És ma Margo lesz a lövésze. Na és? Imád gumit juggatni a csaj. Ne pörgess fel magad rajta. Maradjon tiszta a fejed. Ez pontos, hogy az útra. Muszáj végig rúgdalnom a gumikat indulás előtt. Jó, hát rúgdassad csak. Én beszállok a kocsiba, és megkezdem ezt az őrületes versenyt. Ez nagyon menő lesz. Úristen, de jó, nekem van a legjobb kocsim az egész versenyen. Tessétek a motorokat, míg vérezni nem kezd a fülem? Én nem tudom. Én miért nem tudok? De biztos, hogy menni fog ez az autó. Mindegy, megyünk. Már csicskák. Jaj, Luigi, te kis csicska. Nagy kanyar jön, szedd alá. Én szedtem jobban alá, szerintem. Nem a kis kula, ami előttünk van.
Hát jónak néz ki, jónak... De járók elők vannak az úttesten! 3x25, ez rövidebb verseny lesz. 25 checkpointon kell keresztül haladni, és már 4-nél vagyunk. Örülök neki, hogy Claire lövöldözik közben hátra, és nem feltétlen minket lőnek. Vigyázzunk ezekre a fákra, mert elég durvákat tudnak azért verni. Ki kellene próbálnom a kézifékes kanyarodást, mert azt tenni az autónál még sosem próbáltuk meg. Na most. Oké, jó volt. Wow, picit túlpörgettem, de nem volt annyira szar. Lehet, hogy ezt kellene alkalmazni. Tehát így nagyobb sebességgel tudunk utána tovább menni. Fogalmam sincs. Mit mondanak a rendszermérnökök, Zoli? Hogy érzed? Meg lesz a verseny. We can win this. 8x25-nél járunk már is. Iszonyat metal. Nagyon tetszik. Bárcsak több ilyen verseny lenne ebben a játékban. Nem csak 4 darab. Aztán lehet, hogy több is lesz, ki tudja. Én fixen többet raktam volna bele. De annyi, meg annyi útvonalon lehetne itt elmászkálgatni. Akár egy ilyen teljes várost átszövő verseny is lehet. De bár lehet, hogy olyan lesz az utolsó, a negyedik, mert hogy ezek most csak ilyen selejtezők, és elméletileg a top 3-ban kell végeznem kétszer ahhoz, hogy bejuthassunk a nagy versenyre. Hát mi most 2-t már első helyen letudtunk. Úgy néz ki, hogy ez az utolsó is elég jó esélyekkel meg lesz az első helyre. Lassan, óvatosan, haver, ó, Istenem! Hát bocsánat, nem tudtam mit tenni. Muszáj volt elütni őket. Figyelj, hát próbálnak megelőzni, de hogy próbálnak? Ideális ívet talál, de egyszer léci. Igyekszem. Az olyan, hogy így... Nem, kocsi, nem jó. Azért itt elég rendes kanyarok vannak, hogyha nem ezzel a kocsival jöttem volna, hanem a behemóttal, a bestiával, azért az most nem biztos, hogy meg lenne. Itt már egy komoly szerkezetet igényel a verseny, és az pedig tökéletesen alattunk is van. Nagyon jó döntés volt, hogy a miénkkel megyünk, és nagyon jó döntés volt a megvásárlás ennek az autónak. Ott hova megyünk fel? Rákanyarodunk a... Ez hülye. Hát ez mi volt, kérem? Majdnem ki is lökött egy picit. 20x25-nél járunk. A pálya 1/5-e van már csak hátra. Csoda, hogy nem akarnak megelőzni jobbról. Szerpentint találtunk magunknak. Lehet, hogy ez egy hajtűkanyar? Valami olyasmi. Olyasmi. Meg tudjuk nyerni ezt, Wii, mondja közben Claire. Jön a következő kanyar. Jaj, de szép volt! Jaj, de szép volt most ez a kézifék! Itt már azért óvatosabban merem. Ajjajjaj! Dobra! Tökéletes! 1x6-os pozíció! És megérkeztünk a célegyenesbe! Ezt már nem tudják tőlünk elvenni. Ez már a miénk. Tisztát! Ha! Ott jöttek a csicskák mögöttünk! Gratulálunk Wii-nek és Claire-nek, mondja a konferenci! Elsők lettünk! Azt a mindenit, miért káromkodik a cseh! Miért káromkodik a csaj, láttátok? Bent vagyunk a döntőben! Hát ez figyelj. Ne állj meg, oké, menj egy kicsit tovább, mondja. Minek? Beszélnünk kell, valamit tudnod kell. Oké. Üljünk le oda egy kicsit. Biztos a volt férjéről akar beszélni, aki elhunyt a versenyen. De rohadt jó a város ezen a része, és nézd azt a nagy gépet, ami ott... Szerintem az nem utas szállító, szerintem az valami izé lesz. Valami hatalmas nagy logisztikai jármű. Jó, mindjárt beszélgetünk, de nézd már meg milyen metál itt a környezet, hát nem igaz. Na jó. Wow. Ez ám a kilátás. Yeah. Dean és én gyakran jártunk ide. Wanted to tell me something? Mondani akartál valamit? I mentioned Dean before. Említettem már Dean-t, a férjemet, ugye? Uh-huh. Ő volt a pilótám. A legédesebb pasi volt, akit ismertem. Már a műtétem előtt is barátok voltunk. Nárcisz csokrot hozott nekem a kórházba. Az újrakezdésre, azt mondta. Sokáig voltatok házasok? 12 évig. Dean azt mondogatta, hogy a 15. évfordulónkat
Azon fogja ünnepelni, hogy rábeszél az első implantomra. Meg akart lepni valamivel. Úristen, ennek a csajnak nincsen semmilyen implantja. Hát ez eddig fel sem tűnt. Wow! Ez ebben a világban azért teljesítmény, ez nem semmi. Miért beszélsz nekem Deanről? Úgy értem, miért pont most? Egy futam közben halt meg tavaly, döntőben. De nem szokványos haláleset volt. Micsoda? Van ennek bármi köze a mi versenyünkhöz? Nagyjából. A helyzet az, hogy Dean-t meggyilkolták. Egy egomán cég görény. Kapitális rohadék Peter Sampson végzett vele. Hogyan halt meg pontosan? A férjed. Épp ráfordultunk az utolsó egyenesre. Samson előttünk szaggatta az aszfaltot. Világos volt, hogy nem nyerhetünk, úgyhogy Dean visszavette a gázt. Akkor ez a kígyó a fékre taposott. Deannek is azt kellett tennie. Elvesztette az uralmat. Nem pont erről szól ez a verseny, amúgy. Nem érted, a pálya szabad volt a célvonalig. Samson győzelemre állt. Szándékos emberülés volt. Értem. És miért tette a cégörény ezt? Igazából nem számít. Nekem csak egy ellenfél volt a sok közül. Deannek viszont közös múltja volt ezzel a Samsonnal. Volt valami konfliktus köztük? Én sose beszélt róla, de igen. Volt köztük valamiféle viszály. Ami a versengésüknek is személyes színezetet adott. Ha Samson nyert, Dean zavart volt és bosszús. Tök jó, hogy a fókusz változik, hogy mennyire közelre nézel, nézd meg. Látjátok, hogy a város hogyan kiélesedik? Figyelj. Nézzük Claire-t, most nézzünk vissza. És most lett éles. Ez nagyon menő dolog szerintem. 100%-ig biztos, hogy benne a gyilkosság történt, nem csak az érzelmek beszélnek belőled? Nem, még a startpisztoly eldördülésekor is vitatkoztak. Megölöm azt a rohadékot, mondja közben Claire. A verseny alatt? A pályán rendszeresen hallak meg emberek. Senkinek nem tűnik majd fel. Szokványos versenynap a szabályok szerint. És ha Samson nem vesz részt a futamon, akkor mi van? Egyetlen esélyt nem szalasz a pöffeszkedésre, indulni fog. Ő a tavalyi bajnok is. Sosem mondaná le a címről, próbálja majd megvédeni. És én a segítségemet kéred a pasas kinyírásához? Samson halála fontosabb az első helynél. Ha választanunk kell... Sajnálom, hogy hazudtam neked, V. Az ilyen sokat jelent neked, akkor legyen. Akkor csináljuk ki azt a rohadékot. Thank you. Kösz. Ez fontos. Muszáj. It's important. I need it. See you for the final. Találkozunk a döntőben. That's right. Így igaz. Viszlát, V. Hát akkor let's go. Ez kicsoda. Ja, ez még mindig a izé El Capitan, akinek az előbb csináltunk egy melót itt lent valahol a környéken. Főnök halott, éljen a főnök. Nézd meg, hogy mi itt a helyzet. Itt van egy techsebész. Sőt, van itt egy kiberpszichó. Én ránéznék erre. Ez milyen misszió lehet itt lenn? Van egy megérzésed a folytatásra? Hát itt aztán ki tudja, hogy mi is lett. Ah, és érdekes, hogy itt van hagyva az autója Claire-nek. Bár nem érdekesebb, mint hogy a miénk hogyan szokott beszpónolni a semmiből, csak úgy. Azt mondja a játék, hogy jobbra kéne mennem. Lefele a szerpentinen. Nem tudunk esetleg így... már így tudod így leugratni valahol? Alattunk van 300 méterre. Na jó. Menjünk arra, amire a játék akarja. Gyakoroljuk ezt a kézi féket? Aha, érdekes, érdekes, de nem lehetetlen. Ugye itt fogunk nyomni egy nagy kézi fékest. Jó lett volna, hogyha nem túl korán kezdem el. Ez jó lesz, hogyha kitaruljuk a nagy versenyre, mert lehet, hogy ténylegesen nagy kihívásokat állít majd elénk a játék esetnek, ki tudja.
Na hát ez volt a szarabbik verzió. Új fent. Ez már egész jó, de tovább kellett volna tartani. És ha túl korán veszed, akkor megpördülsz. Aha, de nem lehetetlen kézifék nélkül sem bevenni ezen a sebességen ezt a kanyar. És ha nem nyomod a gázpedált, akkor is felkenődsz. Mindenféleképpen kézifékes. Sokszor rövidet nyomni a kézifékre, hát ha jobb lesz. Na azzal, aha, elég keményeket lehet kipörögni. Mint hogy egy kicsit felerősödne a hatása. Szevaszen Elbik, hogy vagy mi a helyzet? Szép estét neked. 0 óra 26, mi pedig belevágunk még egy mellékküldetésbe. Judy hív minket. Maiko hívott, szevasz V. Napnyugta előtt, a Megatorony előtt. Ott leszel? Ja, persze. Ott találkozunk. Ez most azért dudál, mert én itt vagyok. Nézzük meg, hogy mi itt a helyzet. 25 méterre fent a lakásban. Álljunk meg, azok kicsodák. Versenytárs közlegény. Versenytárs közlegény. Indítsunk egy betörés protokollt, még mielőtt oda felmennénk. Nem tudom, mennyire figyeltétek meg, de Claire most árult el, hogy ő transz nemű, és szerintem tök érdekes. Azt mondta, hogy még a műtétje előtt, de azt nem pontosan értettem. Elképzelhető, hogy olyan volt ez a beavatkozás, de nem biztos. Miből gondolod? Ez 100%? Vannak oda fent néhányan. Jó, egy parti van, úgy látom. Lehet, hogy azt ünneplik, hogy meghalt a főnök? Milyen, hogyha hirtelen valaki rövid záratot kapna itt a nagy parti hevében? Nem engedi, hogy gyors hekkeljek. Innen lentről nem engedi. Érdekes. Lehet, hogy fel kell mennem. Eltüntették a paddizsányát. Azt add el! Elvették a munkát, azt ott elvették. És ezeket nem lehet rövid zárra tolni? Na, innen már lehet. Jaj, úristen, mi történik? Jaj, ne már. Meg ne fertőződjetek, fiúk. Az a fertőzés, az most nagyon fog menni. Én nem tudom, hogy mi történt ott a tetőn. Embereket veszítünk, mondják közben. Teljesen össze vannak. Meg szét. Te is kaphatnál fertőzést, amúgy csak még 10 sek. Aj, mi? Micsoda? Mit csináltok itt? Húzzunk el innen, ez nagyon veszélyes ez a környék. Olyan tudják, hogy erre vagyok. Csícska gyerek. Most kell benyomni a fertőzést valahogy oda. Nem lehetne, hogy... De ugrás közben is lehet, nagyon menő. Nagyon-nagyon-nagyon menő. És akkor az most végig fog menni mindenki. Van egy mögöttem is. Ez megvan. Ott egy másik, az túlmelegedik. Itt egy harmadik. Áú! Eddig szuper minden. Nincsenek itt nagy bajok. Menj a kár... Várjál! Álljunk meg! Álljunk meg! Álljunk meg! Állj! Hello! Ez most... ez a misszió. Lehet, hogy rosszul csináltam. Azok lakosok. Az ott viszont nem lakos, az rövid záratos. Hű! A csávó mellette az miket nyom? Mekkora futkára? De mi jött meg? Egyszer csak meghaltam. Fogalmazunk úgy, hogy nagy átalakítás történt ott. Ó, hogy angolul azt mondta, hogy a gender transition előtt, de nem tűnik egyébként. Nem tűnik egyébként úgy az arca, nem férfias. Ezt észrevettétek? Lehet, hogy az arcánál is volt valami beavatkozás akkor ezek szerint.
Nyomjunk egy öngyilkosságot oda arra. Nyomjunk egy túlmelegítést, egy rövid zárlatot. Ó, nézd, van ilyen, hogy rá lehet közelíteni. De mik ezek a lövések, amik itt dördülnek el? Pingelek is egyet. Nézd, ott is van egy fenn. Mi a fene? Az mit csinálod? Szintet léptem időközben? Wow. Hát én ezt nem fogom most így úgy hagyni. Ezt én benyomom a technikai adottság 18-as level. Nézd csak! Innentől kezdve a legendás tárgyakat el tudod készíteni. Na ez metál! Bármikor szeretnél egy legendás tárgyat, mostantól összerakhatod magadnak. Ti kik vagytok? Ezek szintén Sixth Street-iek. Itt mindenki ilyen... igen. Hogyha nincs öngyilkosságom. Nézd, onnan is jön egy csávó. Tényleg hányan vannak ezek? Ez lehetetlen. És honnan tudtad te, hogy én itt vagyok fent? Azt mondta, hogy mierda. De hiszen az azt jelenti, hogy szar, nem? Pocok, kösz szépen a követés. Itt nálunk a vészkórusban, ne felejtsd el elmondatunkat, hogy a nagyszarba kerülj, csak énekelj hangosan. Ott jön megint egy csicska. Már nem jön. Azt mondja, hogy she's got me pinned. Nem, mint hogyha fegyver lenne a kezemben, már nem azért mondom. Egy mesztelen hacker rohangál a tetőn, meg ugrán háztetőről háztetőre. Ne mondják már, hogy én pinnelem őket lefelé. Jó, mondjuk, hogyha kirúgja a fejét, akkor azonnal rá kellek, ez mondjuk lehet, hogy így érthető. Szegény gyerek. Lol. Ebben van zseton? $19? Hát ez elég olcsó. Ezek a Sixth Street-iek elég olcsó emberek. Még mindig bugyiban vagyok? De bugyiban ám. Nem kell, hogy... nem kell, hogy ettől többet pakoljunk magunkra. Hova lettek? Valamik észrevett, de honnan? Ki vett észre? Meg vajon mi lehetett ez a küldetés? Lehet, hogy csak be kellett volna mennem lazán? Lehet, hogy tönkre vágtam a küldetést azzal, hogy bementem és elkezdtem kiirtani mindenkit? Lehet, hogy ezek az emberek adták volna a küldit magát, nem? Azt, hogyha ott nem mocorogna nagyon. Ráfingelhetnék. Az nem fog menni ez a pingelés? Blokkolva. Na, megjelentek, megvannak, oké. Okay. Ott áll mögött egy másik, csak ezt nem jelölte ki. Haver, az nagyon messze van. Jó, és amelyik ott van lent. Ez véletlenül gyilkos lesz. Az micsoda? Rövid zárlat. Szépen hullanak, azért nem mondom. Ez hülye döntés volt az ugrás. Test azonosítva ellenség riasztom, dehogy is. Azért itt vannak még. Nem kell messzire jönni hozzájuk. Várjál. Megy megint egy fertőzés. Van valaki mögöttem fenn. Volt. Kék útja volt a csávónak, de jó. Ott is van egy hulla, itt is van egy hulla. Felveszünk mindent, hiszen egy csomó időnk van még eladni. Ezeket a mai epizódból. Nem kell annyira sietni. Vajon mindenki megkapta a magáét? Túlzásnak érzem, mint a szégyennél a tested. Mi? Mit csinál? Ja, hogy a bugyi fennhagyását? Igen, van benne valami. Menjen még egy fertőzés, mit szóltok? Az meg is halt. Ott megy a következőre, az is meghalt. Megy a következőre, de ő nem nagyon akar úgy tűnni, hogy mint aki meg akarna halni, de most már de. Te pedig kapsz egy kis túlmelegedést. Mi van azzal, akik bal oldalon állnak? Ez egy ételárus civil, az meg egy rövid zárlatos Sixth Street-i. Ott is van még egy, az öngyilkos lesz, és ezzel meg is állt.
A Sixth Street-i banda ezen a környéken szerintem fel lett számolva. Illetve hát most magát számolja fel. Ezekben a pillanatokban vágta át a saját szorkát a csávó. Szerencsétlen vadállat. Van itt még valaki. Kettő. Egy rövid zárlat, meg egy túlmelegedő. És mit pofáznak? Várjál már. Én ilyen agresszívak. Jézusom! Jézusom! Mit kapott a gyerek? Nem, itt biztos, hogy lett volna egy misszió, csak én nem akartam elvegyülni ezek a barmokkal, inkább kiírtam mindent. Nagyon-nagyon sokan voltak amúgy. Nézd már! Megoszt vagy őszhetünk! 6 támadás másodpercenként. Önvezérlő mikrolövedékeken ráállhat a célpontra, ez egy okos fegyver. Wow! Ezt vegyük fel! Használat! Figyeld meg! Nice! Oké, ez egy egészen jónak tűnő kis fegyver. Tetszik. És az ott kiállott mellette? Az egy nő, aki... De milyen okos a fegyver, hallod? Nem lőtt rá a civilre? Megkezdődtek a forró teázós esték? Ez jól hangzik. Milyen teát iszol? Vegyük fel a lootot. Milyen csöndet itt hirtelen, nem? Még a zenének is vége lett. Lehet, hogy tönkretettem a vidám 6. utcai partiukat. Mondjuk ezek még mindig jobbak voltak, mint az 5 utcaiak. Azok nagyon nem jó arcok. Az megvan nektek régről, az 5 utcaiak? Nagy rapperek vannak azért ott az 5 utcában. És mennyi fegyvert dobáltak ezek szét? És szerintem még alattam is vannak elhunytan néhányan. Lehet, hogy nem hunytak el, csak lehet, hogy úgy döntöttek, hogy nem jönnek tovább, inkább egy kicsit lefekszenek. Jó, és még ott is van 2. Te ki vagy lootolva? Mikor egy géppisztoly okoskodik. De látod, milyen jól tette. Beindult a zene. A 6. utca hazafiai. Ha arra gondolok, hogy mi a legjobb az új Egyesült Államokban, akkor a Sixth Street soraiban álló férfiak és nők jelennek meg a lelki szemeim előtt. Night City minden polgára felismeri a nevet, de Vista Del Rey lakói tartoznak nagyon sokkal a 6. a 6 utcaiaknak. Nagyon sokkal, ha nem mindennel. Volt idő, amikor mindenféle vállalkozók próbáltak szerencsét a környéken, de a legtöbbük nincstelenként éhezve végezte. Taxisok, szerelők, boltosok, a kisvállalkozások egyből elbuktak, vagy távoztak a 4. cégháború után, bekövetkező teljes gazdasági pusztítás után. Ahogy a nagyobb cégek, mint az Araszaka, tevékenységeikkel benyomultak a területre, a helyi vállalkozások vásárlói köre elillant. A kialakuló bandák átvették az irányítást az utcák fölött, olyan mértékben terrorizálva a lakosokat, hogy még a rendőrségi beavatkozás is teljesen hiába való próbálkozásnak bizonyult. De aztán elkezdtek feltünedezni hivatásos katonák, akik a szolgálatból hazatértek Vistába. Bár arra számítottak, hogy gyerekek kacagásától vízhangzó utcába térnek vissza, ahol a frissen grillezett burgerek incsiklandó illata terjeng, ehelyett megrázta és szíven ütötte őket a káosz és a pusztulás, mellyel szembesültek. De az akaratukat nem lehetett megtörni. Mint igaz szívű amerikaiak a saját kezükbe vették a dolgokat. A militek fegyvereket felhalmozva kiképezték a szomszédaikat, épp úgy, ahogy őket is kiképezték, és bosszút álltak a szétszórt brutális bandákon, akik feldúlták az otthonaikat. Így alakult meg a Sixth Street félkatonai század. Fehérek, feketék, latinok, indiánok, bajtársiasan együtt járőröznek Night City utcáin. Egységbe kovácsolt erő, ami megmutatja, hogy mit jelent igazi hazafinak lenni. Ellenségeik lopással és csempészettel vádolják őket, persze alaptalanul, de szervezetükben és hitükben egyaránt rugalmasak, büszkék, fiatalok és olyan jövőt áhítanak, ahol az államok ismét egyesülnek. Azt a napot várják, amikor valaki talpra állítja Amerikát, éppen úgy, ahogy ők is tették Vista Del Rey-jel. Amúgy egészen jó a sztoriuk, tehát úgy még egyet is lehet valahogy érteni velük, nem? Lehet, hogy kár volt őket elintézni. Metál a zenei. Ja, és jó a zenei ízlésük is. Egy kicsit most már tényleg sajnálom, hogy ez így alakult. Adjatok nekem 2 percet, mindjárt jövök vissza. Misszió, vagy meló, vagy mellékküldetés, nem tudom pontosan, mi lett volna. Hát ez így most elég rendesen
ki lett offolva, viszont itt vannak kiberpszichó észlelések a környéken. Hát menjünk rá, csináljuk meg! Az az én kocsim ott lent. Beszállunk erről az oldalra, úristen de király, úristen de jó ez az autó. Hát tiszta menő. És nézd ezeket a lángokat, amik kicsapnak hát. Hú, gyerekek. Ez egy nagyon rendben lévő autó. Szegény gyerek ott az utcán. Vagyis vagy járdán? Várj, itt van egy leadópont. Annyi fegyvert vettem fel, hogy inkább még most, ha már így szembe jött, inkább most adjuk el a cuccainkat. Elég sok minden lett itt felvéve. Ez egy ikonikus. A haritka fegyver. Rohadt magas DPS-sel. Ki kellene próbálni tényleg rendes célpontokon. Célpontokon is az Overture-t eladom. Az okos pisztolyt eladom. Ja, Yuki Murát eladjuk. Meg ezt is. Na, ez így már tetszik. Mehetünk tovább. Fölt mentés, let's go. Kicsit sajnálom azokat a nézőket, akik erre ébredtek. 0:44 van. Még senki nem alszik, nem? Itt vagytok még Jézusom, milyen sokan, na hát erről beszélek. Örülök neki, hogy itt vagytok velünk ma este is, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki az estét nálunk tölti el. Nagyon sokat jelent ez számomra, egy nagyon pozitív visszajelzés, hogyha ide jártok, és ezzel is támogatjátok a csatornának az előre haladtát. Köszönöm szépen mindenkinek, tényleg. Szóval itt van bent a kiberpszichó. És csak ő lehet, nem? Holden McCoy. F5 mentés. Mi történt itt? Nehéz lövedékkel találták el. Szerintetek ő az? És mi lenne, ha azt mondanám neki, hogy menjen oda? Ott azzal a géppel valami gáz van. Gyors hekkelés 15. Kaptam egy pontot? De sem szarja egyébként. Na figyelj! Nem teljesen értem, hogy milyen pontot kaptunk. Nem lehet az, hogy itt plusz... De miért nem kaptam pontot? Integessen mindenki, aki ébren van. Ez a csávó, ez nem megy oda. Nem fog oda menni. Aha, ez egy... Wow! Holden McCoy kap egy betörési protokollt. Mi a fenét, láttátok, hogy mit művelt? És a kiberpszichó meg... Láthatatlan vagyok. Ő az? Ő lesz az? Várjál. Ez micsoda? Ez a csávó? Ez mi a fene? Mi a fene van veled? Milyen karjaid vannak? Ez egy cyborg. Mi? Wow! Elég para arc, hogy nem mondom. Álljunk meg! Kapsz egy... A túlmelegítés blokkol van rajta, akkor kapsz egy rövid zárlatot. Oké, most mehet. Jézusom, a földre lökött és meggyilkolt 2% HP-n! Mi ez az ember? Hát mi ez a vadállat? Láttátok? Na ez már a nem szarra a gurítás magas iskolája, a csávó félig robot volt. Vajon mennyi volt még benne az emberi alkatrész, és mennyi volt benne a robot? Amúgy jó lett volna a Dákesszel való rámenetel, de azért elég HC volt önmagában a gondolata is, hogy arra rámegyünk a legendákóval. Figyelj, most valószínűleg megölte a csávot, ugye? Nyomok egy F5 mentést. Ez biztos, hogy nem szered le hátulról, ez nem az a fajta. Oda néz. Wow!
Oké, okay, kapsz egy betörési protokollt először is E9-E9-be. Jó, Chase Collie. Kár, hogy nem lehet túl melegíteni. Körözés alatt áll Night City-ben. Mindenféle dolog miatt. Milyen, hogyha leugranék mögé? Nem lehet, hogy el lehet kapni valahogy? Kiiktatás. Valamit csináltam bele. Rövid zárlat. Megint csináltam vele valamit. Mehet egy fertőzés. Felmászom a tetőre megint, ha minden jól megy. Ide nem tud feljönni, az biztos. Nézd meg. Azt a minden... Hallod? Olyat kaptam, hogy egyből magamra híleltem, pedig 2 HP ment le. Mit csinálsz? Igen, attól én is azt hittem, hogy meg fog enyhülni, igen. Mi volt ez a kiiktatás fejl, amit ráraktam? Hál' Istennek nem találott el. Megy a rövid zár megint. 25% HP. Megy egy fertőzés, ha minden jól sül el, akkor menni fog. Nincs elegendő ramom? Mindjárt lesz. Lehet, hogy megint rövid zárra tolni kellene? Háááá, hogy felnézett! 7% HP, 6% HP. Optikai álcán készen van, készen állok. Nyomok egy... Itt nem lehet menteni. Leugrom és elverek, figyeld meg! Megvan, megvan, megvan. Túlélte? Szerintem túl kellett, hogy élje. Leláncolt Berserk, ez micsoda? Tartsanyom az elgombot a Berserk aktiválásához. Ja, hogy aha. Na most ennek a csávónak... Hogyan? Hát a karján... Ez egy exoskeleton? Azt kell mondjam, ennek az önök mérjének igazán helyén van az esze, a lehetséges legutolsó pillanatban hozta ide. Az ön teste kiveti az implantátumokat, ami nem is csoda, nem áll rájuk készen. Ezek katonai szintű eszközök, nem lehet őket megfelelő kiképzés nélkül használni. Jézusom, egyáltalán nem civil használatra szánták ezeket. Felírhatok fájdalomcsillapítókat, de ne feledje, a fájdalom a test figyelmeztetése. Ha nem törődik vele és tovább használja azt a krómat, azzal maradandó károsodást okozhat a gerincében. Most még lehet, hogy le tudja venni az exovázat, de ha eltöri a gerincét, akkor soha nem fog tudni mozogni. Wow! Szerintem megvolt, tehát hogy életben maradt. Nehéz lövedékkel találták őket el. Használjuk ezt a gépen? Egyszerűen fogalmazok, elég régóta vagy ebben az üzletben, hogy tud, hogy ez nehéz kenyér. Ez a meló keményét tesz, de ehelyett állandóan hozzám jössz, hogy a vállamon kisírd magad. Na most a legtöbb cég csak lecseréli a munkásait, aki fáradnak, de én nem. Próbáltam itt mutatni némi együttérzést, még kerítettem is neked felszerelést nagyon baráti áron. És mit kapok cserébe? Ez ilyen hálátlan péniszfej, mint te, csak magára tud gondolni, a saját kényelmére. A cég megrohadjon meg. De nekem köszönhetően rendes implantjaid vannak, alacsony kamatú kölcsönök, amiből fedezni tudod. És ezt én tettem megérted, puszta szívjóságból. Nem kell időt pecsérelned arra, hogy bankról bankra járj, és olyan űrlapokat tölts ki, amit el sem tudsz olvasni. Kaptam csak annyit is, hogy köszönöm, soha. És tudod, ha Mary és Charlie nem lenne, már rég kirúgtalak volna a francba. Szóval most az egyszer próbálj meg rájuk gondolni, és húzzál vissza dolgozni ahelyett, hogy nekem rinyálsz. Ez az építkezés bakker. Nincs helye pisiseknek és bőgő masináknak, de figyú, ha nem így gondolod, mehetsz, pakolhatod össze a szarságaidat. Soha többé nem merd ide tolni a képedet. Mármint persze havonta egyszer told ide, amikor eljössz törleszteni a beszerelt cuccokért, plusz a többletköltségért, ami fedezi a munkavállalói kedvezményt, amit többé már nem élvezhetsz. Fizes vagy, felrobban a fejed? Ma van a bal szerencsés napod. Biztos azon gondolkozó, ki vagyok, buduboy vagyok. Ja, de ez már volt, ez egy spam. Várjál, és itt még Tom Selvig megint küldött egy levelet.
Azt mondja, hogy mondtam már, le sem szarom a figyelmeztetéseket, vagy a korlátozásokat, vagy különleges felhasználási feltételeket. Azt hiszem, mind a ketten jól tudjuk, hogy nem fogsz nekem jót állást adni erre a szarra, szóval ne kelljen már ennyit fizetnem semmiért. Hagyjuk a szarakodást és üzleteljünk. Nem számít, hogy régi katonai bázisokról származnak, hogy valami tegdoki szemeteséből halásznák ki. Akár indián temetőből is kiásadták, a lényeg, hogy működjenek. A hidraulika, meg kell birkozzon 2 tonnával, semmi más nem számít. Az emberém megvesznek bármit, amit eladok nekik, szóval intézze, hogy az emberéd azt adják, amit rendeltem. Ez gyakorlatilag ez a csávó belekényszerítette a saját munkását, hogy wow, hogy ezt a szart használja. Szerintem életben van amúgy. És akkor kellene, várjál, Regina-nak üzenjünk az észlelésről. Ez a Dr. Discount, aha, sikerült élve elkapni a kiberpsziót. Persze ellenállt, elküldöm a részleteket. Igazán örülök, hogy életben maradt. Szegény fickó teljesen megzuhant, miatt még rájöttet volna, hogy mi történik. Hát ja. Jó. Micsoda? Ez aztán a kreatív menedzsment. Úgy tűnik, ennek a befektetőnek nem okoz gondot üzleti igények megoldások széles palettáját lefedni. Biztosak benne, hogy a fegyverkereskedő, NCPD és más kétes kapcsolatai segítségre vannak ebben. Ha bizonyos igény nem lenne elég nagy, még mindig ott van a karcsavargatás, aha, tértörés bevált módszere, siker kulcsa továbbra is rugalmasság, különösen az erkölcsi rugalmasság, írja Regina. Hát figyelj, mondom, egy ilyen mérgező munkai légkörben még pneumatikus karokkal sem lehet emelni a kedélyeket. Jó, akkor erre most megkaptuk a zsetont, ugye? Aha. Ez egy egyszerű dolog volt így, bár azért elég HC-nak tűnt a csávó ezekkel a robotkarokkal. Van itt balra egy támadás, itt van Raze, itt van egy mellékes meló. Szevasz Blade közben, hogy hány küldetést oldottunk meg, meg se tudnám számolni. Nem tudom megmondani. A 55 ezerért kibérelhetnék egy lakást, de itt is lehetne 40 ezerért egy másikat. A kettő egyszerre még jelenleg nem megy. Itt ez most a fő küldetés vonala, ez egy mellékes meló, az egy másik, gyepáljuk meg a kölyköt. Mehetnénk boxolni egy picit, már régóta nem boxoltunk. A mai epizódban ilyen még nem volt. Te vagy Zinóhun, hogy vagy? Erre ránéznék, hogy itt mi történik. Lehet, hogy jó esélyekkel megint bevihetnénk olyan kriteket, mint az előzőnél, és lehet, hogy kapnánk egy legendás fegyvert is akár, mint az előzőeknél. Sőt, ki tudja, lehet, hogyha végigverünk mindenkit, mint a Witcher 3-ban, akkor lehet, hogy valamilyen nagy-nagy jutalom fog érte majd járni. Milyen támadás van itt? Ingyen pénz? Most kelleni fog a pénz, mert 2 lakás van itt előttünk. Az autó most már örökre meg lesz a játékban. A lakásokat viszont gondolom, hogy meg kéne vásárolnom, nyomjunk egy betörési protokollt. Azt mondja, 7A55, kilépés. Vannak egy páran azért. Megy egy fertőzés, megy egy rövid zárlat. Hányan vannak még? Az a csávó öngyilkos lesz véletlenül. Szépen működik a... Valaki észrevett a fertőzést, látod, az is elhúnyt. Az is le fog menni? Nem mondod. Akkor ennek itt vége van. Azt a mindenit, a fertőzés szétszette őket. Wow! Hát ez nagyon gyorsan ment így, nem gondoltam volna, hogy ekkorát megy már. Hogyan sebzett vajon ilyen nagyot? Elküldön 47 felhasználónak? Pablo Silva radikális árulók oldalára állt, éveken át szolgált a cégeseket, nagyszerű nemzet ellenségétől fogadott el parancsokat, minden hozzá hasonló egy dolgot érdemel, halált. Azt érdemel, amit ő és a többiek tettek Mortonnal, piros-fehér-kék zászlóért eljött a változások ideje. Ezek Six Street-iek voltak, gondolom akkor. Még lehet, hogy nem feltétlen kéne őket kiírtani. Tök szimpatikus volt, amit róluk hallottunk. Ezen a részen most így lazán 4-5 ezret kaszáltunk. Wow. És ezekbe be lehet nyitni? Nem. Hát ez nagyon könnyű volt így. Öklözd meg az egész város, az nagyon sok fegyver. Öklözd meg. Ezt hogy érted? Jó, van egy pick-up a meladó, mondja közben. Milyen fajta?
Az? Hát haver, olyat már szereztem ingyen az egyik küldén. Jaj, hát elhitted. Hol a kocsim? Jó, ott fent, jó. Keresd meg a klubot, ahol a bunyók vannak. Keresd meg a gyűrűt Glenben. Oké, meg lesz. Tökre átfesteném ezt az autót. Nem, mint hogyha így nagyon rossz lenne, de azért átfesteném. Milyen rohadt vastag az a kerék. Itt két kerék egy normál autón, amit most használunk az életünkben. Van valami hanyag elegancia ebben a Tech Hacker buildben. Azt mondod? Szerintem nagyon funny. Amikor előkerülnek a fegyverek, azért érdekes, meg élvezetes harcok alakulnak ki. De nem kell, hogy előkerüljenek. Tehát lehet persze úgy is játszani, hogy azt mondom, hogy... arra fel lehet mászni? Hú, ez de vicces lenne, hogyha erre fel lehetne mászni valahogy. Nem tudok olyan magasat ugrani szerintem. Felét, csak a felét tudom megugrani. Állatok klubja, várjál. Bent van valami támadás. Lambó Diablo hátsó kereke is van ilyen széles. Lehetséges, én nem értek hozzájuk. Tényleg semmit nem tudok az autókról. Megy egy feltörés. Megy egy pingelés. Ennek az épületnek a tetejére szeretnék feljutni valahogy, ha erre volna lehetőségem. Szerintem kell, hogy legyen, és csak ide felugrasz. Haver, majdnem jó volt. Na jó, még egyszer. Nem. Az első ugrásnak számottevőnek kell lennie. Így. Majdnem. És ha innen ugranék? Nem jó. Tudom, hogy fel tudok jutni valahogy. Miért nem kapja el a szélét? Lehet, hogy nem is lehet. Márpedig én felmegyek oda. Nem lehet, hogy innen esetleg? Nope. Meg akarom mutatni, hogy mi lenne, ha nem így játszanánk. Wow, mekkora löveged van. Ezt támogatóra tettem, de lehet, hogy rosszul tettem. Valahogy talán erről a raklapról? Ha ez jónak tűnik. Nem jó. Várjál. Magasabb kell egy kiszögellés, egy pont, ahova bele lehet kapaszkodni. Mellé kell állni kocsival? Hát... nem, lehet, hogy nem. Baromság. Jó, nem tudom elérni azt. Ott van, várjál, ez lesz az. Valamiért nem enged fel. Amúgy valami feljött, valami. Az egy kamera? Ó, ezt kikapcsolom. Valami észrevett. Az mostantól a szövetségesen. Jó, hál' Istennek nem bánt. Na most! Most nem mondod, megcsinálja, megvan, megtaláltam. És már is ott vagyunk a tetőn. Na, még feljebb. Vajon még mindig tart a támadás ott a szemben lévő telken? Ez lesz az. Na most! De szépen ide álltunk amúgy, de nem ez volt a lényeg. Engedd el? Ha nem... aha, még tart a támadás. Na most nézzünk körül. Lehetne valahogy csináltunk egy olyat, hogy így elkezdtünk zoomolni. Az király. Pingeljünk rá, hogy láthassuk az összes csicskát. Hát innen elég nehéz őket kiszúrni. Na mehet, legugolunk szépen és hadd szóljon. Ezzel lehetne... nem lehet a távcsővel zoomolni? Azt a büdös mindenit. Tehát lehet így is játszani, hogyha valaki ezt jobban szereti. Túl melegítést fogok kapni. Fájdó. Honnan tudsz így lőni? Menjünk hátrébb, akkor kicsit a perem fedez majd bennünket. Kell, hogy legyen még néhány. Ott van... áó! Van-e látni, hogy hol vannak? Honnan jön valami skúló, de nem látod. Annyira messze vannak, hogy nem...
Ott vagy, te vagy az, ugye? Nehogy esetleg rövid záratot kapjál. LOL. Na jó, a rövid zárat az még mindig jobb. Folyamatosan hílelek, mert nem tudunk itt megmaradni. Ez mellé ment. Nem jó, nem jó, nem jó, hát elintéznek bennünket. Na hát így is lehet játszani, persze, hogyha valaki éppen ilyen... Nem tudom minek hívni a fegyvert, ez egy távcsöves gránátvetőnek néz ki leginkább. Olyan, mint hogyha egy snipered lenne, de azért ez a lövedék, ez nem egészen úgy működik, mint ahogy te azt elsőre talán elképzelnéd. Ott van egy csicska. A pingelés megtörtént már? Az már meg? Menjen egy fertőzésre. Arra meg mehet egy rövid zár. Innen a tetőről ez így sokkal viccesebb, nézd meg, és így megy egyik helyről a másikra, így ugrál tovább a fertőzés. Gyönyörű, haver, gyönyörű. Volt még azért itt jó néhány. És a szemünk mennyire tud be? Ez nagyon-nagyon messzire képes bezoomolni. Így viszont nehéz hackkelni, hogy... De ott öngyilkos leszel. Nem állnak meg, ha folyamatos mozgásban vannak az ellenségek. Kettő ott összeeste magát. Az a csávó ott szemben, az meg rövid zárat. Aha, azzal ott mellette kellene még kezdeni valamit. Ez tetszett. Ott a másik. Jesus! Mekkora hatalmas robbanásokra érkeznek ide. Barbara ASMR-ék. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a rendet, sziasztok! Hát képzeljétek el, hogy éppen sniperkedtünk itt a tetőn. Egy jó nagyot, szevasz, Emhajnal, és köszönöm neked a negyedik hónapodat. Nagyon szépen köszönöm a rendet, jó estét kívánok mindenkinek. Itt mi elmerültünk teljesen a Night City világában, és azt kell, hogy mondjam, hogy olyan dolgokat csinálunk, amire nem mindig vagyunk büszkék. De azért... Ezt jól láttam? Ez az én vérem, amit kicsattant? Na mindegy, szóval igen, meséljetek, milyen volt a mai stream, ment az ASMR? Most például egy tetőről szedtünk le egy csomó embert sniperrel, miközben az agyukat próbáltuk meg kisütni hackkelési képességeinken keresztül. Hogyha valaki még nem látta ezt a játékot, vagy ha valaki nem ismeri ezt a játékot, hát nagyon jó szívvel ajánlom, hogy ismerje meg ezt a játékot, mert egyszerűen csodálatos. Szerintem olyan szinten gatyába rázták ezt a gémet, hogy most ilyen 11/10-nél jár. Nagyon jó ez a gém. És mit csinálok ezzel? Várjál. Hogy felvettem 3100 dollárt, meg még 4500 összesen. Ay, azt majdnem láttátok, azt nem látta senki, hogy mi volt a kezemben, ugye? Hasonló játék volt, mint ez. Na, és micsoda? Jó estét, Barbara, szia. Fall damage-el kidönteni egy oszlopot? Szerintem az előbb megtörtént. De nem hiszem, hogy a kicsapó vér, ami az orrunkból jött elő, nem hiszem, hogy az volt az, ami... Az volt az, aminek az ereje kidöntötte az oszlopot mellettünk. Mekkora fegyver? Hát az elég nagy fegyvertény, igen, ott a... Ez véletlen, hogyha az ember kezébe kerül. Ez egy nem halálos fegyver, nagyon komoly sebzést tud kiosztani. Arra jó, hogyha valakit nem szabad megölni, csak el kell egy kicsit náspángolni, amíg az eszméletét el nem veszíti, akkor azonnal előkapjuk a legendákót, mert hogy ez egy legendás fegyver, és legendákónak hívják. A fegyelmező virsli más néven tyap-tyap szerint, hogy is hívtátok még? Valamilyen kobra is volt. Na, egyébként pedig úgy játszunk, hogy én csak ilyen hackkelési képességem, tudod, így szkenneld a világot, és nyomsz hirtelen erre egy öngyilkosságot, megvárod, amíg letelik, ő nem is sejti, hogy éppen hackkeled az agyát, és nézd meg, mész közel, ő meg úgy dönt, hogy... A rohadék implantok, és ezzel fejbe lövi magát. Kicsit talán OP lett ez a build. Ez itt fent, ez megkap egy rövid záratot. És azzal meghal. Ez itt lent, ez... Ezek tényleg úgy néznek ki, mint az állatok. Wow! Durvák ezek az emberek. Nyom egy... Nézd! Wow! De hiszen te félig kutya vagy, nem? Rino a neved? Oké, okay, kicsit túl... Wow! Azt a mindenit! Várjál! Hát nézd, én csak egy mesztelen nő vagyok! Mi a szar folyik itt? Ez most ott nem találja el a csávó? Ha? Meghaltunk. Jó, hát igen, azért egyébként nehéz módban játszik a játékot, de ne higgye senki azt, hogy itt csicska mód
Re van állítva a nehézségi szint. A buildünk az OP, szuper OP, de azért be lehet nézni ezt meg azt. Érdekes volt, hogy lőttem a csávot, és az okos fegyverünk az nem volt hajlandó ezt regisztrálni. És megint itt vagyok a tetőn, mert azóta nem mentettem, mert ennyi eszem volt. Viszont érdekes, hogy találtunk egy random boss-t odabent. Az miféle? Nem emlékszem, hogy a játék során eddig legalábbis kaptunk volna random bossokat. Van rajtam bugyi? Van rajtunk bugyi, igen. Határozottan van rajtunk. A melbimbókat azokat eltávolítottuk, mert félig cyborgok vagyunk. Olyan szintű test augmentációk lépnek fel a karakteremnél, hogy az elméje, érted, csak oda pillant és már meggyilkol, a teste pedig érinthetetlen. Oda is menjen egy rövid zárlan. És tegyük el ezt a fegyvert, nem fog ez nekünk talán kelleni. Mi lenne, ha kipróbálnánk az új fegyverünket amúgy ezeken a szerencsétleneken? Ahhoz le kéne ugranom, csak ez rohadtul fájdalmas ebből a magasságból, ha jól vettem észre. Talán egy dupla ugrás segít. Én bejövök ide és megnézzük az új fegyónkat, jó? Lehet baromság, amit most fogok csinálni. Elnézést kérek, hogyha igen. Az ott öngyilkos lesz, a másik meg rövid zárlatot kap. Ti ketten, vagy ti néhányan pedig egy fertőzésben fogtok majd itt kitörni. Na és most elkezdjük tolni őket. Ez ultra menő dolog. Ultra menő ez a játék, annyira király kitaláció mögötte. Aha. Na hát a mesztelenségünk az egyértelműen meghozza a játék nehézségét ezen a részen, már hogyha nem távolról hackeled szét az ellenfeleket. Ha lenne rajtunk mindenféle armor, meg ilyesmi, akkor azért meg lehetne gátolni, hogy ilyen szinteken verjenek minket hülyére. Vannak lányok, akik fürdőrucciban táncolnak medencében, miért maradjak itt? Orbán Balázs, ne maradj itt, kérlek. Na, let's go, menjünk tovább. Milyen jó, hogy itt most nem sikerült kicsattintani az agybelünket. Ez egy ingyen taxi, jól értem? Wow! Ilyen nem nagyon szokott történni, hogy felállsz egy kocsira és minden gond nélkül megy tovább veled a hátán. Menjen egy rövid zár és menjen egy túlmelegítés, akár. Nem fogják tudni, hogy hol vagyok, ha minden jól megy. Mondjuk érdekes módon, aha, most engedi a mentést, tehát akkor nem állunk rosszul. Ezeket én még mindig el akarom intézni, bár lehet, hogy többek szerint baromság. Ott van egy csávó, aki... egy hacker? Aha, csak kisítottam az implantját, szerencsétlennek. Ő az, aki azt mondja, hogy én most... már csak? Fertőzi tovább a többieket? Ja, hát akkor nem ölöm meg. Akkor nyugodtan nyomja csak ezeket a fertőzéseket. Nekem be se kellett jönnöm a harc szín terére. Nekem elég volt kívülről bámulni azt, ahogy ezek egyszerűen megsülnek agyilag. És innentől kezdve kész. Ez a terület, ez tiszta. Eléggé sunyi buildet építettem ez Trudet. Nem tudnám letagadni, hogy nem a legszebb. De azt mondják itt többen már, hogy van benne valami hanyag elegancia, hogy távolról sütöm ki az ellenfeleink agyát. Szerintem ő volt a hacker, a ruhája is olyan, meg a szemüvege is. Köszönöm a választ, ez volt szerintem a helyes? Na hát Orbán Balázs. Nyomunk még ide is egy hőálló katonai bakancs, hát erre sem lesz szükség. Én nem versenyzek senkivel, tehát nem ítélem el azokat, akik a testükből élnek. Mindenki abból él, ami jutott neki, ami az adottsága van, valaki a testéből él, valaki az eszével él, valakinek tagba szakadt végtagjai vannak, és magas, és erős, és mit tudom én, az megcsinálja a hatalmas felhőkarcolókat itt Budapesten, mint ahogy láthattátok, mostanság azért alakult egy néhány. Jaj, várja, lehet, hogy csak az ellopott pénzhalmokat láttam innen, bocsánat. Mindegy, a lényeg az, hogy mindenki abból él, amiből tud, és nincs ezzel semmi gáz. Ha valahol van egy igény, ami felmerül, akkor, tehát ahol van kereslet, ott van kínálat is, tudod. És hogyha ez kéz a kézben jár, egy platformon keresztül, bár nem erre van kitalálva, de hogyha te úgy érzed, akkor miért mondaná bárki is azt, hogy ne nézd? Mondjuk kicsit furcsa gondolat, hogy valakinek ez a fajta tartalom az, amire vágyik, nem? Mert nem tudom, én, hogyha belegondolok,
Tehát, hogyha arra van szükségem, hogy mesztelen nőket lássak, akkor nem azt fogom nézni, hogy ezek hogy lubickolnak egy gumimedencében. Ugye? Egy kicsit fura ez a dolog, hogy... Nem tudom. Enni akarnál és innál inkább helyette. Tehát ilyen... Jó. Valami kerül a gyomrodba, valami kerül a szemed elé, ami hasonlít, de... Mégse ugyanaz a kettő, nem? Tehát nem ugyanazt a célt szolgálja. Nehéz összekapcsolni ezt a kettőt számomra legalábbis. De, mint mondtam, nem gáz az, hogyha valaki úgy érzi. Enni akarsz és felnyalsz néhány morzsát? Lehet fürdőruha fetisizmus, kimondom. Lehet, hogy van ilyen? Létezik ilyen, hogy fürdőruha fétis. Szóval te vagy Rhino, ugye? Mutasd az adataidat, csínásó, az állatok közül. Te nem akarsz öngyilkos tenni véletlen? Ne haragudj, csak kérdezem. Nézzük már meg. Te szarsz. De megcsinálja. És akkor itt van egy Rhino nevű boss, ugye? Még lehet nyomni egy mentést. Hát jó. Vannak itt egy néhányan, csak nehéz őket kiszúrni. Mi a közös üvés? Kérdezi előttünk egy csávó, aki éppen rövid záratot fog kapni. Itt lent is van egy másik, ez túlmelegedik. Elkezd minket bemérni, de á, esélytem, hogy ezt túlélje. Hopp! Szóval te vagy az, ugye? Igen, kisült. Oké, megindulnak a többiek, én közben... Közben elindulok erre hátra. Játszunk egy kis Tom és Jerry-t velük, jó? Mindjárt ki fog nézni jobbra. És mindjárt kap egy rövid zárlatot. Ott kell, hogy legyen valahol. Hova lett? Áll és nézi a... Aha. Ez is egy csínásó, de nem ezt intéztem el éppen az imány. Szerintem meghalt. Oké, menjünk egy teljes kört. Mi lenne, ha mennék egy kört és a hátukba kerülnék? Eléggé ocsmány taktikáim vannak. Nem mondom. De beválik, figyelj! Rhino? Ez egy boss. De mit csinál itt egy boss? Nem lehet, hogy ez egy mellékküldetésnek a vége? És nem lehet, hogy előre dolgozom vele? Esküszöm, majd nem foglak teljesen meggyilkolni, mondja a csávó. És azzal kisül az agya. Valamire rá kellene pingelnem. Az ott ógre. De rég láttam az ógrét, remélem, hogy jól van. Rápingelek. Nézzük, hányan vannak még a hálózaton. Ott van egy. Nem tudjuk megmondani, kicsoda. Ez itt az ógre. Kisül az agya, teljes mértékben elesik. Nagyon furcsák ezek az állatok egyébként, rohadt furcsák. Ez az egész kitaláció, hogy az állatokhoz teszik hasonlatossá magukat különböző augmentációkkal, amiket a testükbe pakolnak bele. Nézd meg ezt, hogy néz ki. Egy véres kés volt a kezében. Ez lesz a Rhino? Ez a ragadozó klánból van. Na várjál. Lehet, hogy nincs is itt a Rhino már, tehát lehet, hogy rohadt nehéz téged elintézni. Na, megvagy. Nem számítottak rám, ezért 6000-re felment a damage. Itt valami nagy bunyónak kellett volna lennie? Vagy mi ez? És hol van Rhino? Nem lehet, hogy őt intéztem el az imént. És nem igazán látom, hogy lenne itt bent valaki más. Van ott valaki? Nyomjunk egy pingelést, nézzünk körül. Nem mondod, hogy nincs itt már semmi. Hát ezeket nagyon csicskába raktuk. Ezeket most iszonyatosan. Hát ez ennyi. Szóval mi is volt? Milyen játék is volt Barbaránál? Mert nem mondtátok, csak az, hogy hasonló volt. Azt nem, hogy mi. Remélem, hogy mindenki jól szórakozott amúgy. Nálunk iszony... Viszont király, úristen! Ez a játék hatalmas jó! El tudsz bennem merülni, azt csinálsz, amit akarsz, mész szanaszét a városban, bárkit széthekkelsz, akit csak szeretnél, meg akit a játék hagy.
elintézheted a dolgaidat, az ellenségeidet, akár fegyverrel, akár lopakodva, bárhogy, akkor a szabadságot ad. Lék nevű játék? És az milyen? Nem hallottam még róla. Kíváncsi vagyok, hogy hány gránátom van amúgy, mert itt is vettünk most fel egy csomót. Nem lehet, hogy itt lesz valaki? Ja nem, csak a tévé pofánzik itt, bocsánat, oké. Hogyha ide jönnék az üzenetekre, akkor nem tudnánk elolvasni csak a pénisz nanogél csalást. Mondd meg Logannek, higgadjon le. Ha le kell vezetni a gőzt, a vudu fiúkon verjen le a sajátjain. Hogy a francba fogok új arcokat találni, hogyha híre megy, hogy milyen baromságokat csinál? Nem akarok ilyen sztorikat hallani, vetted Liz? Liz? Liznek a neve ismerős nekem. Ki lehetett Liz? Nem, életben van még egyáltalán? Tehát várjál, itt van lent egy melléküldetés, vagy ez a kijáratot mutatja. Te ki vagy? Boxer, az állatok közül. Ez most jött rá, hogy itt támadás van. Rendőrségi elfogadó parancs kiadva. Lehet, hogy nem kellett volna ezt elintéznem. Vagy lehet, hogy azért kaptam rendőrségi elfogadó parancsot, mert leállítottam a kocsit odakint rossz helyre. És most kialakult egy hatalmas dugó. Várjál csak, MMA ABC. Anaconda folytás. Karkulcsolás, háromszög folytás, váditekerés, cigánykerék, repülőtért, blokk, gumiblokk, kalapácsököl, kimura megfeszítés, pillangóblokk, földrevitel, lábsöprés, sarokkorog, májtájszorítás. Vél tudó, az nem tudom mi. Na, kis Barnika, szevasz, üdvít nálunk a vészkórusban, a Freshre elmondatunkat, hogyha nagy szarba kerülnél, csak énekelj hangosan. Köszi szépen a követést. Hát, úgy néz ki, hogy ez a hely, ez ennyi. Ha csak nem, itt lent van valami. Nem lehet, itt lent össze kellett volna akaszkodnom valakivel. Ezek lehet, hogy itt küzdöttek, én meg bejöttem és szétvertem az egész berendezést. Az eszemmel, az elmémmel. Te voltál Rhino? Melyik lehetett Rhino? Rossz helyen Dominikus szokott megállni, jaj szegény, úgy sajnálom. Érted, még nem is csinált semmit a hónapban, és már ilyen 20 000 mínuszban van. Tehát azért nagyon rájár a rúd ezzel. Hát jó, kitisztítottuk ezt a helyet, de nem ez lett volna nekünk itt most a nagy misszió. Itt van egy mellékes meló ettől jobbra, oda akartunk volna elnézni. Csak látni akartam, hogy mi ez a random boss, amit bent találok. De itt nem kellett volna megölni őket, hanem megküzdeni a csajfiúval lent az arénába. A következő végjátszásunk az máshogy fog kinézni. Az nem ilyen lesz. A következő végjátszásban majd ezeket a dolgokat is meg tudjuk csinálni. Hallom, eldurvultak a dolgok az állatok klubjában. Azokat a torszülöttekkel soha nem tudhatja az ember. Örülök, hogy egy darabban megúsztad. Én? Hozzám se értek, haver. Én voltam az agresszor, de arra most az edzőbe nem tudja, hogy mi van. Nem érti, hogy én vagyok itt az, aki dreadbíróként járja az utcánkat, és hogyha valaki van elfogadó parancs, akkor vége van. Lehet, hogy boxolni kellett volna amúgy, igen. Jön valaki. Várjunk csak. Azt mondjátok, hogy itt lett volna a nagy box, és akkor azokat intéztem el. És hogy mehettem volna be? Hogyan lettem volna képes ott... Várjál. Gyepáld meg a kölyköt. Nem arra indultunk el tényleg? Lehet, hogy itt lett volna a következő gyepáld meg a kölyköt küldetés. A négyből a harmadik, ugye? Mert hogy a kettőt már teljesítettünk. Hát, jó, akkor most ezt az állatot már nem kell elvernem. És akkor lehetséges, hogy az soha nem lesz már ott. Te ronda vagy, Rick, azt a rohadt mindenit. Veled már találkoztunk a játék elején egyszer. Esküszöm, azt hittem, hogy te vagy a Rhiannu Keeves. Aztán rájöttem, hogy inkább úgy nézel ki, mint a Kurt Russell. Nincs semmi keresni való, mit azt mondjátok? Mi van ebben a táskában? Ebben a vacakban? Semmi. Üvegek, palackok, ki tudja? Gyepáld meg a kölyköt, nyírtad ki az előbb. Amúgy szerintem nem, még élnek azok. Honnan szereztétek azt? Nem kell nagyot hozzá, hogy lássam, hogy céges tulajdon. Hát tárgyakosztáról jöttél, vagy mi? Nem a te dolgod, ne ásd bele magad. Beszélj a hajléktalanokkal, aha. Mennyit kértek azért? Hát gondolkodjam, mondják. 2000 dollár? Oké, tessék, itt van 2K.
Itt el úgysem fogod tudni kinyitni. Meglátjuk, hol találtátok. Mondom, hol találtátok? Ott van a kukákban, ott. A rohadt életbe, Josh. Ez nem mi voltunk, oké? Az a barom már halott volt, esküszünk. Itt, tényleg? Én még azt hittem, hogy első osztályú zsoldos vagy. De tűnj el az utamból. Oké, vedd el. Nyugodj le, oké? És most mondtam, hogy tűnjetek már el, adtam nektek 2000-et érte. Feltöröm a katonai aktatáskát. Vajon mi lesz rajta? Ja, hogy ennyi is volt, kész. Fel is van törve. Nyitás. Helyezd be a szilánkod a táskába, meg jó, ezek megvannak. Mi ez? Üzenetek, sürgős, jelentkezés, értékelésre. Ad a tajnak rutin vizsgálta néhány zavaró szabálytalanságra derített fényt. Egy órája van, hogy jelentkezzen a központban, hogy átessen egy értékelésen. Ennek elmulasztása ön eltávolításával jár a partner programból. És az azt követő azonnali lezárással. Tiszteltel a HR. Aha, azt mondja, hogy CHOHQ-t 2045 nekés áruk legutóbb. Nagy csesze meg, James, ez volt az utolsó alkalom, a dolgok eléggé feszülté váltak idefent. Igazán feszülté. Rám szálltak, talán a te nevedet is ismerik, a lényeg, hogy beszélnek a militekkel, és ez nem jelent jót. Tarts meg azt a pénzt egyelőre, nem akarom, hogy kikerüljön. Túl sokan figyelik a beérkező tranzakciókat, ne válaszolj erre az üzenetre, vigyázz magadra, R. Megsértette a szolgáltatási szerződés alábbi pontjai digitális platformunk használatával kapcsolatban, nemi szerve táblázoló fénykép küldése másik fél előzetes beleegyezése nélkül. Aha, tehát itt mentek a dickpikek meg ilyenek, itt vannak egy fájlok. Kilövés.exe. Ez mi lehetett? Koordináták kiszámítva rakomány szállítás alatt? Jogosulatlan adatát ítél elfogva? Gyors reagálású egység riadóztatva? Micsoda? Manuális leszállási vektor 3 szögelése, 64 F5 BT-tel kilövésének végrehajtása, ez micsoda lehet vajon? What? Most akkor menjek el az érkezési pontra? Mi a fene ez a sivatagba fog kilőni valamit? És ott lesz egy meló is mellette. 1 óra 24 és én még annyira játszanék. Ez a játék, ez nagyon játszatja magát. Azt mondja, hogy ebben a kukában volt benne. Hívjuk a kocsinkat, egyből ott van. Tutira megért 2K-t. Lehetséges, figyelj. 2000 nem sok pénz ebben a játékban. Van egy ilyen akármilyen támadás, oda mész, már 4-5000-et össze tudsz szedni, hogyha jó vagy. Ha szerencséd van, úgy értem. Menjünk el arra a helyre, ahol nem tudom, érkezni fog egy különleges küldemény. De rohadt jól néz ki ez az egész. Ezek az egymásba fonódó, egymás alatt mellett elmenő utak nagyon tetszenek. Sivatag. Nem is emlékszem rá, hogy mikor voltunk itt utoljára nappal. Mindig csak éjszaka jöttünk ide ki, nem? Azt mondta, hogy de kellett volna fordulna már rég. Ó, most már mindegy, most már erre megyek. Lehet, hogy nem ért meg egyébként 2K-t, de majd mindjárt kiderül, hogyha odaérünk erre a helyre. És itt kellett lefordulni valahol. És hova megyek? Jó, hogy azt akarja, hogy itt hajtsak ki? Hát ez hülye. Hát itt keresztbe. Na majd azt akartam volna, hogy megfordulok. Rakomány leszállítva. Ellenséges terület. Mi? Itt lehet, hogy valaki rám fog lőni? Ott áll már a militek, igen. Mehet a betörési protokoll. 7A és BD-ben. Balra valaki támad rám. Jézusom, és kicsináltak konkrétan. Konkrétan belőttek az autóba. Ez micsoda? Hát nehogy már, mikor volt mentésem után. Gyönyörű ez a játék, nagyon-nagyon-nagyon szép. Nem csak, hogy gyönyörű, de ráadásul még a... Nem is tudom, így az egész hangulat, az egész feeling zseniális, amit ad. Menjünk el az érkezési pontra, amikor közelbe érünk, akkor már valószínűleg oda fog spónolni a militek, és tőlük kell majd elvennem mindent, ami annak a szállítmánynak a tartalma lesz. Próbáljuk újra ezt. És hogyha közelbe érek, akkor mentenem is kell majd. Patkázás, igen, elég kemény patkázás volt, de nem baj. A GPS néha nehezen számítja ki, hogy mire készülök. Nem feltétlen baj, de improvizálunk itt az utakon, sok esetben improvizálni kell.
valahol mondott egy adott pont, ott kellett volna lefordulni, ez volt az, amit az előbb rohadtul nem csináltunk meg, és inkább túlmentünk, túllőttünk a célon, 1,1 km ezzel a sebességgel nem lesz már nagyon messze. Hát már lehet, hogy itt kell lefordulni, aha. Hát lehet ezt a kanyart amúgy rendesen is bevenni, nem csak ilyen csicska mód. De még viszonylag új a kezem alatt az autó. Ezen tök jól lehetett volna gyakorolni. Igen, mi, ott van 800 méterre, minek? Miért nem megyek át a dzsungelen? Persze, let's go! Így nyomunk egy mentést. Amúgy itt viszonylag tiszta a környék. Ez tetszik ez a hely. Járható, nincs itt semmi baj. És jól bírja a viszontagságait ennek a hihetetlen sivatagnak is. Aha. 100 méter, és ott áll már a militek. Ott csapódik be a cuccom. És ott várják a csicskák. Nyomunk már is egy betörési protokollt. 55, egy C-ben. És ez már is kapja a rövid záratot, ha minden jól megy. Meghal. Meg. Az a csávó. Rohadt nehéz kivenni, hogy hol áll. Nehéz fegyveres. Az is meghal. Kiszállunk. Nagyon másra fogalmunk a dzsungelről, lehet. Társaságot kapunk, nincs itt senki. Az a férfi, az a öngyilkos lesz. Az mi? Felderítő támogatás? Igazából egy rövid zárlat. Vigyázzatok, mert hackkel, mondja a csávó, és azzal fejbe lövi magát. Ott megy egy túlmelegítés. Hát, ezek teljesen szétszoródtak itt a környéken. Gyalogsági felderítő. Az is megvan. Na, elégett mindenki? Még ott van egy. Az is túlmelegedhet felőlem. És ide esett le az a cumó. Utoljuk ki ezeket a rohadékokat. Duraplast katonai terep Jackie. Copperhead-del. Hogy már elhiggyék, amúgy a militek itt eléggé komoly arcokat küldött, vagy vetett be. Eléggé ilyen nehéz fiúkat. Ha megnéztétek a testfelépítésüket, meg mindent. Ez ölte meg magát. Sáros tornacipőben érkezett a misszióra. Ez volt a veszte is a csávónak amúgy. Ott is meghalt egy. Nagyon szép a játék, nem, tényleg nem csak ez, hanem maga az egész hangulata nagyon magával ragadó. A világ nagyon jól lett megteremtve. Moment of truth. Cím nélkül. 18, ez valami izé? Mi ez a Bronze Easy? Nem tudom ki. Ez egy... mi a fene ez? Aminek látszik. Brancesi, 2021. Aha, 2021, 18 a számú cím nélküli festmény, olajvásznon. Sheesh. Gyöngyöt a disznók elé, mondja Johnny közben. Mit keresett ez a holdon? Imást, valami snob falán lógott. A Louvre távlatának a fele már az űrben kering. Voltál már odafenn? Ha, az apróból, amit a tanulászásért kaptam, álmaimban. Na, lépünk, miatt hullani kezdenek a fejek, ami a festményt illeti, erre pillanatokra találsz majd vevőt. Aha! Oké. Lehetséges, hogyha túl akarunk adni a szemeten, akkor majd oda fog bekerülni ez az iszonyatosan nagy értéket képviselő olajfestmény, amit itt találtunk. Érdekes, mert ilyet még nem találtunk a játékban. Emlékeim szerint ilyen antik cuccok, meg festmények, meg ilyesmik nem nagyon voltak eddig. Nekem nem rémlik, hogy találtunk volna ilyesmit. De rohadt jó ez az egész környék, annyira tetszik. Na jó, akkor húzunk. Hol van a kocsi? Ja, itt persze. Itt parkoltam nem messze a bal hétól. Milyen kár, hogy nem lehet felszállni vele. Azt hiszem, hogy Kata linkelte azt a videót, amit egy modról készítettek, hogy repülő autót csináltak benne. Hát egyszerűen azt hittem, hogy az eszem megáll. Iszonyatosan király. Itt van egy meló mögöttünk. Nem tudom, hogy láttátok-e. De hogy az autót megcsinálták repülőautóvá, és így... Ahogy ott száll a városban, meg... Túl jó, túl király. Oh.
Nem baj, én így szoktam amúgy is közlekedni. Mi ez a hely? Dakota hív minket. Mi van egy szokatlan meló? Szeretném, hogyha elvinnéd Trevor Bress holtestét a mellékelt címre. Egy holteste? Egy lidérc golyója végzett a kölyökkel. Trevort a szülei nem tudják eltemetni, amíg haza nem kerül. Ebben segíthetsz. Csatoltam minden infó. Bocsánat, csak közben töltöttem magamnak inni. Grabowski 96, kösz szépen a követést. Zsoldos, kerestetik? Üdv nálunk a vészkórusban, szia! Van az adekaldóknak egy mondása, aki a szeretei szívében él, nem halhat meg igazán sosem. Trevor Brestán valóban tovább él az emlékezetünkben, de ha a segén maradt volna és nem a lidércekkel szívózik, úgy ténylegesen is élne még. De elkalandoztam, tegnap egy emberem látta Trevor kocsiját a lidércek egyik tábora környékén. Az autón több lyuk volt, mint a gyári ajánlás. A lidércek meg nem igen ejtenek foglyokat. Trevor családja, ahogy már mondtam, az adekaldókhoz tartozik, nem bosszúra szomja, azok csak el szeretnék temetni a fiúkat. Keresd meg a földi maradványait, segíts a családnak békét találni. Ez szép küldetés, ez tetszik. Akkor feltételezem, hogy ugyanazt fogom csinálni, amit eddig is csináltam. Mindenkit széthekkelek. 7A, 1C, 7A. F5 mentés. Rápingelünk erre a fickóra. Elkezdett kiszúrni, de kit érdekel. Lesz a rövid záras, srác, jó? Te kapsz egy fertőzést. Jó, tetőn. Ne csak te, mit csinálsz itt? What? Mi volt ez? Aknára léptem? Lehet, hogy ráléptem egy aknára, nem? What? Ez mi lehet vajon? Mi bánt? Azt kellene elkapni, amelyik ott áll. Nem pontosan értem, hogy mit csinál, de ott van. Eddig jó. Neked lehet esetleg egy kis öngyilkosságot a figyelmedbe ajánlani? Aha, eddig szuper. És akkor neki kellene a fertőzni? Túlmelegítés, mert... Valami bánt. Valami nagyon bánt, és nem tudjuk, hogy micsoda. Menjünk fel itt a sziklákon. Ha tudunk. Aztán lehet, hogy nem is engedi. Felenged még? Aha, lehet, hogy nem. Akkor menjünk vissza inkább. Addig talán már úgyis elhullott mindegyik. Itt nem fog felengedni. Nem mondod, hogy láthatatlan fal van. Na jó. Én nem tudom elképzelni sem, hogy mi az, ami itt bántott minket, de... Ez a csávó, ez ide halt be alá. Munkajutalom. Úgy hattam keresel valamit a kiszeret kút közelében, de ez van távéból. Történetesen én megtaláltam. Érdekel? Kérdezi Trevor. Ez meg ki a pénisz? Kérdezi a Wayne Boyd. Trevor, az adekaldóktól. És miről lenne szó? Kérdezi a Wayne Boyd. Örömmel eladnám. Hol van a táborod? Inkább elvinném neked, mondja erre Trevor. Ha aggódsz a családod miatt, miért nem csak velük csencselsz inkább, mondja Wayne Boyd. Mert mindannyian azt keresitek, nem akarunk zűrt, mondja Trevor. Csak pénzt, mondja az öreg. Jó. Szóval akkor a gyerek elvitte nekik a cuccot, ezek meg megölték. Szarházi népség. Ezt hatást tanítom távolról. Tényleg aknák voltak itt a környéken. Aha, teljesen szétaknázták az egészet. Te figyelj, itt is volt valami, nézd. Talán. Jó, még egy sniper szerintem akadhat esetleg felül. Egy biztos, hogy itt van. Lehet, ez a sniper felülről? Hogy bírjátok mi is, kacok? Nézzünk ma este valami filmet? 1 óra 36 perc van. Tök szépen haladunk a mai epizóddal is. Hát így estére már csak a mellék dolgokat hagytam a játékban. Nem akartam, hogy a sztoriban menjünk tovább. Azt majd legközelebb pénteken fogjuk szerintem csak. Péntek lehetne a napja annak is, hogy ezzel játszunk. A péntek egy kicsit random volt eddig így belegondolásom szerint, de... 2034-ből származó nomád szakácskönyv. Mary Lou néne, szaftos oposszum sültje. Lehetőleg minél zsírosabb oposszum kell hozzá.
Három Pasternak, egy Zellerszár, Szinti Bacon, Oliva, Pogácsa, Olaj. Süsd meg az oposszumot a bacon szalonnával az olajban, amíg ropogós nem lesz, a felesleges zsíradékot leöntve. Miután megpirult, vedd ki a húst az olajból, és tedd félre. Távolítsd el a Zeller külső rétegeit, vágd 10 darabokra, főzd egy külön edényben. Amikor megpuhult, vedd ki, keverd össze a lereszelt paszternákkal, serpenyőben a maradék olajjal, amíg a Zeller és a paszternák habbá nem áll össze. Tedd ki a húst egy sütő edénybe, boríts ki be a habbal, süsd közepesen nagy lángon 20 percig. Ne feledd, hogy az oposszumhoz legjobban a fehér répa illik. Most már készen állsz a következő nagycsáldi vacsorára ezzel az ünnepi kedvenccel. Ez nem kígyóleves. Aha. Azt most nem fogom felolvasni. De mégis. A legfontosabb dolog a kígyólevessel kapcsolatban, hogy nem szabad, hogy kígyó íze legyen. Első lépés. Darabolj fel mindent, amit fel kell darabolni. Második lépés. Dobd be mindent egyedénybe. Forrad legalább 6 órán keresztül. Harmadik lépés. Adj hozzá mindenből még annyit, amennyit az íze miatt szükséges. Negyedik lépés. Keverj bele kukorica keményítőt, hogy besűrűsödjön. Na, érdekes ez a nem kígyóleves. Ti ennétek nem kígyólevest? Hogy érzitek? Gőzött az étel az asztalon? Lehet, hogy ezek itt zabáltak. Melyik asztalon? Nehéz azt a csávónak a testét itt felkapni még ráadásul úgy, hogy... Tök nehéz vagyok. Ide hívom a kocsimat a közelbe legalább. Lehet, hogy fent még van valaki. És itt kell rálelnem, ugye? Trevor utolsó útja. Nagyon lassú lesz ez így, nagyon lassú. Kell nekünk ennyire a zseton? Nézzünk már be abba a hátizsákba, bocsánat. Tárgykészítés helyett leltár, helyett karakter, helyett escape. Leltár, hátizsák. 323 per 308, tele vagyok szarfegyverekkel, aha. Ezeket mind el kell dobálnunk. Van esetleg olyan, aminek nagy a súlya. 15 kilónyi felszerelést eldobni. A B-boz az csak 152 dollár. Inkább már most eldobom. Nézzük, hogy melyik itt a legolcsóbbak. 339 egy olyan puska. Ez 7,2 kiló és 174 dolláros. Na jó, adjunk meg, tegyünk le még egy kis pisztolyt, ez is 194 dollár. 213. Kígyó levest akarnék enni, akkor annak igenis legyen kígyó íze. Érdekes. Érdekes egy meglátás. Bocs, ledobtam mindent, ami nem kellett. Kígyólemes. Én biztos, hogy nem venném a számba más. Na, szóval itt ez a... Aha. Várjál. Valaki van fölöttünk, nem? És azt írják, hogy balra van a küldetés befejezése. Hát jó. Lehet, hogy fel kellene mennünk a tetőre, és ott is a snipert semlegesíteni. Nincs itt senki, nem tudom. Jaj, szerencsétlen gyerek. Aha. Ez Louis Cabal. Ó, Istenem. Ez Oscar Reyes. Trevor. Na, mi van itt? Szerencsétlen. Hozz vissza a holttestet a lidércek helyőrségéből. Na, let's go, vigyük akkor. Sofőr már vár, Vi. Milyen sofőr? Gyorsabban lépkedsz felfelé, mint az angyalok a mennyei lajtórján. Ó, csak óvatosan. Az élet még rengeteg próbatétel tartogat számodra, új megbízások várnak. Na, az nagyszerűen hangzik. A Jákob lajtórjája, amit a múltkor megnéztünk, ú, de jó film volt, az asztalolt mindenit. A vége az nagyon erős meglepetés volt számomra. Nem gondoltam volna, hogy úgy fog végződni, ahogy. Megkérdezem először Jake Higgins-t. Jake Higgins, a Jungel harcos. Mindjárt ott leszünk. Te annak most a hátuljába kell betennem. Ja, mert hogy ebben most van egy koporsó, vagy mi ez? Érdekes. Rakd be hátra, mondja Johnny. Ideje hazaindulni, Trevor. Hát ez elég durvi azért, és már el is vitték. Hívd minket Dakota Smith. Mi, Trevor szülei végre rendes temetést tarthatnak a fiúknak. Tényleg köszönöm, megbízás lezárva. Oké. Megint csináltunk valamit. 32. szintre léptünk a mai epizódban. Nézzük, mit is mondhatok, hogy hány szint ebben a maximum? Szintben az 50? Tehát ez azt jelenti, hogy még körülbelül 18 pontra számíthatok. Az talán elég is lesz. Itt most nem annyira érzem, hogy...
20% esélyre ingyenes a tárgykészítés. Ez nem annyira szar, ez az ex nihilo. Miért nem öltöztetem fel a hullát? Hát az... Mert nem én vagyok a hullamosó. Hát azt majd vagy felöltöztetik a ravatalon, nem? 30%-kal csökkenti a tech fegyvereknél a falak áttöréséhez szükséges töltés mennyisége. Teljesen feltöltött tech fegyverek nem lőnek automatikusan. Ezt annyira nem értem, hogy mi ez a fegyversuttogó. A karakteremet miért nem öltöztetem fel? Mert akkor még OP-bb lennék, és az meg már még... Túlságosan ellen durvítva szerintem. Nem? Ti nem érzitek, hogy sok lenne? Tech fegyverek figyelmen kívül hagyják a páncélt. Na ez a Supra vezető, szerintem ez lesz majd a... Itt a sztár. Immunitás nyújtana a sokk ellen a szigetelés. Ezt felvehetném. Mert a testünk jelenleg nem véd túl sokat, ugye nincsen semmilyen armor rajta, legalább legyünk immunisak. Na és hová kell menni legközelebb? Rebi, nézzünk ma egy filmet, hogy érzed? Van itt egy tarot kártya szemben 700 méterre, vegyük fel. Most mindent csinálunk, mindenféle random dolgot, ami a térképen adódik. Semmi extrában nem akarunk belemenni, csupán az, hogy erjünk el a játék világába, menjünk oda, ahová akarunk menni, és csináljunk bármit, amihez kedvünk volna. Néznél szívesen? A múltkoriakból még van abból az etapból, amit hétvégén kölcsönöztettetek ki velem. Lesz hatos tested az erőszakoskodás miatt? Legyen? Én nem tudom. Különös graffiti. A csillag. Hány van vajon még ezekből a tarotlapokból, amiket nem szedtem össze? Nézzünk már rá. Graffiti? Rajzolás. A rajzolásoknak a kis alakjai. Ez a tarotlap, ez várjál? Ha szerintem már csak ez a négy van. Szerintem a városon kívül már nem maradt. Jó, a tarotlapok hamarosan meglesznek. Itt van kint egy mellékes meló, kint a fenében. Ezek lesznek a napkollektorok, amiket mondtatok a múltkor. Itt van kint egy meló, ez mind Badlands, igen. Badlands-i őrület. Én sem tudom, csak kérdezem. Van valami, hogyha hatos nested van? Mert hogy kocsit már nem kell lopnom többé a játékban, az fix. Ezzel én megtaláltam a magamnak valót. Nagyon jó vezetni ezt a járgányt. Olyan könnyen kanyarodik, mint egy álom. Gyors, masszív, jól tapad, jól meg lehet tartani. Nézd meg! Nagyon király. Nagyon király. Nem tetszik ez, hogy... Érted? Látod? Vezetni lehet. Nem tudok nagyon leírni szavakkal, mi történik a képernyőn. Az autó az így tapad, megy előre, csinálja. És nem tűzik szét. Ki tudja, hogy mit találhatok itt? Ellenséges terület. Böhöm Pete, böhöm problémája. Van az a műszaki Böhöm Pete, nemrég jelent meg a Badlands-ben. De jó lenne, hogyha nem lenne ott. Vágod? Azt akarod, hogy jöjjen meg? Küldök némi infót erről a kis rohadékról. Na jó, hát akkor nézzük meg. Meló típusa zsoldos. Böhöm Pete-nek egy műhelye van itt Badlands-ben, ahol a Raffen Sheev tragacsait javítja. Azért Night City-ben dolgozott valami szakiként. Pete nem igazán olyan, akit kedves embernek nevezhetnénk. Hamar sikerült szertenie néhány rossz akarúra, el kellett tűnnie a városból. És hát az van, hogy Pete ellenségei a barátaim, és én tartozom ezeknek a barátoknak egy szívességgel. Te elintézed Böhöm Pete-et, és én egyel kevesebb szívességgel tartozom. Nem csak nem nézd megtalálni, csak nézel a lidércek valamelyik szerelő műhelyébe. Oké. Kerülj be Böhöm Pete műhelyébe. Itt valahol van valaki, és csak ott egy csávú, nehogy öngyilkos legyen. Nem a fertőzést akartam volna. Most már megy. Ez rövid zárlatos lesz. Vagy nem lesz? Hogy azon most éppen megy egy fertőzés, ugye? Akkor legyen így. Legyen egy túlmelegítés is oda téve. És vagy látnak, vagy nem. Nem, meghaltak. Hamarabb haltak, mint gondoltuk volna. Itt álltak kint a sarkon. Igazából nem haltak meg, látod? Mindenki boldog. Jaj, de már megint rohadt nehéz vagyok. Hol van a kocsim? Úristen, lát egy izé. Az ennyi. Az észrevett.
Csic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 
áll a távolban. Odáig kellene elérnünk valahogy is bepakolni a hátuljába a fegyvereket, amire nincsen szükség. Birdie Brick, köszönöm szépen a követést. Üdít nálunk a vészkórusban, ne felejtsd el a jelmondatunkat, ha nagy szarba kerülnél, csak énekelj hangosan. 260 HP-n van. Ez lehet, hogy ötöket ad a szintlépés? Tehát, hogy minden egyes szintlépéssel szerzünk 5 HP-t. Van olyan, hogy ennek a csomagtartójába bepakolsz? Rejtekhely kinyitása. Ó, nem mondod, hogy... Wow! Aha! Tehát, hogy csak a kocsira van szükség, és a személyes rejtekhelyedet berendezheted innen? Hát... Mi a fene? Jó, akkor tegyünk be valami videómakert, azt mindenképpen be kell, hogy pakoljak. És ott nem lehetne, hogy esetleg... Nem is kell hazamennem. Kinyitás. Aha, ez itt a sima dolog, és hogyha az rejtek helyre nyomok, várj. Nem. Nem jó, nem nyitja ki. Rejtek hely kinyitása. De ez most minek, miért jön ki? Ez miért jó? Nem teljesen értem. Mi az, amit nem használok? A hiperkritikus az most lehet, hogy... nincs használatban, mert felvettem oda... egy másik fegyvert. A Unity-t én beteszem. Feleslegesen van nálam. 303x308. Mindent pakoljak be, de utána olyan szar lesz egyesével mindent kiszedni, nem? Ó, menjen, mit tudom én. Hadd szóljon. Így is van. Maradt még nálam fegyver egyáltalán a kezemben? Aha, ez itt van. Ez az egyetlen fegyverem. Akkor valamit mégiscsak kivennék, bocsánat. Várj, mondom, kivenném. Hello! Azt a mindenit. Várj, az O5-ot vissza kell, hogy kapjam. Talán kellene a megosztva győzhetünk okos gép karabé. Igen, az tetszett az előbb. Az hasznosnak tűnt, meg volt még az, amit feltápoltam. Ez hova lett? Ez lehet, hogy nálam van. A hiperkritikus. Igen, megvan minden. Jó, a sniper megvan, az O5, megvan minden. És akkor már csak be kellene pakolni ezeket a kezünkbe. Ide jön megint a sniper, és a 3-as slotra ment rá ez a furcsa, ikonikus fegyver. Jó. Most már készen állok a harcra, mehetünk. Szóval be kell jutnom a műhelybe. Hány éves vagy, azt kérdezte? Miért? Ilyen furcsa. Miért kérdezne ilyet bárki? Csináljunk egy... pingelést. Valahová. Az mi? Lidérc kísértet. Ott áll valaki ilyen... Mac Sedben. Azt mondja, hogy 1C. Kamerákat leállítottuk, minden rendben. Nézd meg. Wow. Ez valami benga lesz, ugye? Mehet egy rövid záróda. Meghalt. Azt kérdezi, hogy akarok-e egy nyalókát? Valaki azt kérdezi, hogy akarsz egy nyalókát, kislány? Ilyen furcsa. Emberek laknak itt. Ebbe belett? Aha. Rámegyek a helyi hálózatra, és azt mondom, hogy kikapcsolok minden. A megfigyelő rendszer most ezzel leállt. Jó, mehetünk. Szinaptikus gyorsító, az nem tudom, hogy melyik... felszerelt ilyen extránk. A sarkon meghaltak néhányan. Oda nem jön ki senki. Oda rend meghalt valaki. Akkor ez ennyi volt? Ja, hogy te vagy az? Minden jó. Minden szuper. Ha te vagy a barátja, ugye? Ez... Hogy lehet, hogy kikapcsoltam az előbb, és még mindig nyomja? Vannak itt még? Csoda, hogy túléltük egyébként, úgy egymásba szaladtunk a hirtelen. Honnan kiabál? Van egy csávó, aki itt még kiabál nekünk, és senki nem tudja meghatározni a pozícióját.
alul van valami viszont, ott van egy nagy monitor, oda be kéne valahogy tudni menni. Úgy látom, hogy ez lesz a lefelé vezető. Igen. Ezt azért kiútolom még. Ön Pete azt mondja, ne lőjön. Jó, a személyzet többi tagjával. Jó, dumáltunk, mondja. Nyomok egy F5 mentést. Szóval te vagy Pete? Én arra nem számítanék a többiekre. Tehát egy olyan szar jelzavaróért kell majd elbuknom, ami még csak nem is működik? Néha minden ragyog, néha pedig dől a szar. Ütés elnyelő fejpánt, érdekes. Ne váltsál témát, Léci, beszélj arról a lényegről. Mikey azt mondta, hogy vérbeli zsoldos vagy, gondold meg magad is, én fizetek, aztán elhagyom a várost. Tudom, hogy nincs pénzem. Megnézd, hogy elolvastam egy levelezés köztől és a bátyát közt. Tudom, hogy teljesen le vagy égve. Ez már nagyon régi hír már, tele vagyok. Most már tele vagyok, engedjem és bebizonyítom, mondja. Nem lehet haver. Oly, hogy szalad. Bocsánat, nem így kell. Nem így kell ezt megjátszani. Lehetett volna egyébként nekem is a kezemben fegyver hozzá, de nem. Nem, sokkal viccesebb, csak meg akartam nézni a beszélgetés végét, figyelj. Bejössz ide és azt mondod, hogy... Ja, hogy őt nem lehet hackelni? Aj, menj már! Jó, bocsánat. So I'm supposed to take the fall for a piece of shit job that don't even work? Sometimes it shines and sometimes... Well, duty calls. Hív a kötelesség? Nem, jövök, beszélgessünk tovább, semmi baj. Sound like my brother. Mint csak a bátyám mondta volna, várj. Te vagy, aki megmentette apró Mike-ot, nem? Ne váltsál témát, légy szíve. Melóban vagy? Így, hogy bírod? Mikey azt mondta, hogy igen, ezt már mondom. Ezt már egyszer elolvastuk, haver, ezt már megbeszéltük, figyelj. Tudom, hogy nincs pénzed, szarban vagy. Ez van. Nem lehet. Na most kezdődik. Oké, ez a fegyver egészen vicces. Sokkal viccibb, mint amire számítottunk. Ebből a közelségből széttépte a gyereket. Ez egy Thornton használati kézikönyv, ezt már ismerjük, mert egyszer elolvastuk már. Lássuk, hogy ide lent a föld alatt mit lehetne még találni. Úgy látom, hogy van egy jóféle. Hát $592 szép, de hát meg is mondták, hogy le van égve a gyerek, úgyhogy nem számítottunk itt több ezrekre. Ó, nézd csak, ide le lehetett majd jönni ezen az alternatív úton. Ó, itt volt egy hatch, és rajta állt ez a személy. Mi van, Dakota? Kemény vagy, Vi? Könyörtelen harcos. Itt lemehetünk volna egyből, hallod? Tekintsd az átnak a megbízásra, remek munka. Claire ír közben, meg akartam köszönni a múltkori beszélgetést. Figyelj, még mindig tutira ki akarod csinálni Samsont. Ja, döntöttem. Kösz, hogy így megnyíltál, nagyra értékelem. Mi lesz a film? Nem tudom, mi legyen a film. Közben meghallgatsz, mondja erre Claire nekünk. Sokat jelent nekem. Viszlát, Claire, minden rendben lesz. Oké. Okay. Tehát itt lemehetünk volna, itt jöttünk be a kocsival, lementünk volna, nézd meg, ennyi. Tehát ez így csak szimplán... Ja, hogy nem jutott ki, mert ez egy exit, ugye? Aha. Lehet, hogy mégsem lett volna akkor annyira egyszerű. És akkor itt be lehetett volna menni? Nem. Kezdenek kérdezősködni felőled? Ezt mondja nekem Dakota Smith. Úskacok, rohadt jó ez a játék. Én nem akarom abba hagyni, de abba fogom hagyni, hiszen hagyni kell valamit a kövi epizódra. És a mai második részben... Össze-vissza mászkáltunk itt a Badlands és annak vonzás körzetében, csinálgatva a melókat egyiket a másik után. Az első epizódban azért tovább haladtunk a történeteket, de olyan sok mindent csináltunk a mai elmúlt 5 órában is. Majd megnézzük, hogy mi van raktáron, nem dicsek? De olyan sokat haladtunk a sztorikkal, érdekes, hogy a felvonulás még mindig nem történt meg. Mizu van, csapszeg? Mi ez a sok kérdőjel meg pont? Villám csapás, találkoz Pennemmel éjfélkor, ez lesz az a Hellmannes küldetés, ez a saját küldetésem. Folytasd az egyéb számok felgöngyölítését, ez a Takemura küldetés, ez később lesz majd. A kápolnába el kellene menni Evelyn Parker missziójára. Mármint kideríteni, hogy ki akarta őt megölni, ugye. 1000 arc, 1000 káprázat a H8 meg a épületben. Ez is érdekes lehet. Pszichopata gyilkosok.
Egy darab kiberpszichó van már csak hátra. Wow. Keresd meg az összes tarot graffitit a városban, ott meg már csak 5 darab hiányzik majd. Várj egy napot, amíg Claire jelentkezik. Jó, jó, nagyon szépen haladunk szerintem a küldikkel. Én úgy érzem, hogy gyönyörűen haladunk. Keveset járok ide, alig tudok kiváltani bármit, ezt pótolni kell most már. Én nem tudom, hogy miért, pedig nem annyira szar szerintem a csatornánk, de hát minden szentnek maga felé hajlik a keze. Én úgy érzem, hogy azért annyira nem vagyunk rosszak, ti hogy érzitek ezt, srácok? Szarok vagyunk most tényleg? Most ezt kell mondani? Az intelligenciára ilyenkor lehet már nyomni, vagy ez hogy van ez? Hogyha 20-as szintre mennénk fel, 5%-a javítaná az elkészített fegyver sebzését és a sebzéssel kapcsolatos statisztikákat. Aha. Tehát csak ezért menjünk rá. Meg mondjuk itt van ez a tárgyak eladási árának növelése. Plusz 1% képesség szintenként. És itt mi van? 25%-kal növeli a tech fegyverek sebzését, 10%-kal növeli a tech fegyverek töltési sebzését. Plusz 1% töltés sebzés képességenként. Fel kell húzni ezt akkor. Jó, szerintem felhúzzuk a tech-et, és akkor utána megyünk majd esetleg testre, vagy valami másra. Elég menőn haladunk. Én úgy érzem, nagyon királyok vagyunk. Menjünk el a kápolnába, de miért akarja ezt ide bejelölni? Ja, mert hogy onnan mennünk vissza az útra. Jó, azt fogjuk csinálni, hogy kijelöljük ezt a mellékes meló küldetést. Vagy tudod mit? Menjünk tényleg a kápolnába. Menjünk el, vagyis tegyük el magunkat mára, innen fogjuk folytatni majd a... Mi van? Ez mi? Ez micsoda, te hülye? What? Ez hogy lehet? Ez milyen küldetés, amit most jelez ide nekem? Ti ezt értitek? Hát én ezt eskü nem értem. Az előbb még itt nyomultam. Most meg már... Mi folyik itt? Hát ezt nem vágom. És akkor most a... Most lelőtték a tornyok azt a csávót. De én az előbb itt voltam, itt volt a mellékküldetés, most mi... Az baj, észrevettek kamera. Az előbb itt nyomultam. Ó, Jézusom, valamit hogy szétrobbantott az a löveg. E fölött át lehet venni a tekkel az irányítást, felülbírálom, igen. A másik fölött is át kellene venni. Motorház, tető. Majd a kaszkó fedezi, mi az enyém? Fú, de jól néz ki ez a kocsi, hallod? Ez, hogyha még festve van, akkor még királyabb. Na ez pontosan olyan, mint amilyen nekem van. Ezért most ezt elloptam, bocsánat. De hogyha így szanaszét van graffitizve, még királyabb is egy kicsit. Na, nyomjunk egy mentést, mert soha nem hagyjuk abban a mai epizódot. Annyira jó ez a játék, annyira jó vele játszani, hogy nagyon nehéz abba hagyni. De muszáj, muszáj, hogy eltegyük magunkat mára, és nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt velünk a mai epizódok alatt is. Dupla epizódot mentünk előre a játékban, én ezeket a vodokat még megvágom ma este. És teszem majd fel szépen a YouTube-ra, hogy holnap után reggel már a kedves vodnézők is láthassák ezt. Nagyon szépen köszönök mindenféle követést, köszönöm szépen a feliratkozásokat is, nagyon kedvesek vagytok, akik újra feliratkoztak a mai epizódban, Iván, meg M. Hajnalnak is nagyon szépen köszönöm a 4. hónapját, köszönöm szépen Zolkisnak a 12. hónapot, és ennyi is volt. De nem baj, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, már ez is egy nagyon nagy segítség, hogy segítetek így ezzel támogatni a csatorna fennmaradását. Na, figyeljetek! Nézzünk még valakit, aki esetleg online, aki esetleg... Jaj, hát van itt egy Huncho Down stream. A kedves hölgyel. Menjünk csak oda át. Na figyeljetek, Kumiho TTV. És menjünk közben filmezni is. Jó éjszakát, jó pihenést, sziasztok!